Jó estét kívánok! Hát természetesen nálunk a Rádió Kabaréban a címadás nem egy olyan véresen, komolyan vendő valami, ezt a kabaré hallgatók nyilván tudják. A dolog úgy esett, hogy amikor Sinkó megkért, hogy vállaljam el a mai este szóvivői teendőit, kérdezte, hogy mi legyen a címe, mert tehát egy szerkesztő miért is tudná, hogy mi a címe. Mondom, hát én éppen most a festői Oroszországba készülök, hát mondom, akkor az egykori Beatles slágert rántsuk elő, az Obládi Oblada című fehér albumról, ugye a Back in the USSR című szerzemény. De természetesen bővítjük a dolgot, nem kizárólag utazási témákkal fogunk a mai alkalommal foglalkozni, de lesz benne egy kis volt Szovjetunió, egy kis Oroszország, megnyaldostam egy kicsikét Szibéria határát, úgyhogy ha megengedik, akkor ebbéli kalandjaimból villantanék én fel önöknek néhány epizódot. Hát kérem tisztelettel, Moszkvában most jártam negyedik alkalommal, először 1976-ban, mikor Mongóliába mentem, akkor egy diabolikus délután sikerült a metróban töltenem, azt én egy bulgakovi délutánnak nevezem, és azokat a frizurákat soha az életben nem fogom elfelejteni, ezek a véreres, nagy tekintetek, szomorú arcok és a homlokba bukó hajtincsek. A délutánnak a koronája az volt, amikor a metróból valaki kilépett, és egy másfél méteres sózott lazacot vezetett madzagon. Tehát itt, és itt már éreztem én, hogy egy más kultúrkörben vagyok. A 90-es évek elején a magyar filmművészetet képviseltem, mint színész, tehát ebből lehet sejteni, akkor én már éreztem, hogy itt minden lehetséges. Amikor becsekkoltam a Rassia szállóba, akkor a londiner golyóstollal a tenyerébe írta a szobaszámot, és akkor éreztem valami fajta kontinuitást. Kérem tisztelettel, voltam aztán tavaly terrorházával kapcsolatos dolgokban, ugye hát mégiscsak megnézni, hogy ahonnan mindez kiindult, ott, hogy is néz ki ez a kérdés, és voltam végezetül mostan. A 90-es évek elején egy zsiguli reklámra hívnám fel a figyelmüket, az volt a címe, hogy az újra kötött barátság. És ez nekem rendkívül tetszett, hogy tulajdonképpen most 12 év után, hogyha már nem kötelező, akkor úgy igazán elkezdhetnénk ismerkedni, és ahelyett, hogy vigyázó tekintetünket écs nappallá téve nyugatra vetjük, nézzük meg, hogy a keleti szomszédoknál mi a helyzet, és hogyan mennek a dolgok. Megyek a moszkvai metróban, ahol egy kis csaj ilyen dermesztő borítóban olvas valamit. Gondoltam, hogy a Júlia füzetek már ott is landoltak, de nem erről volt szó, ő Fjodor Mihajlovics Dosztojevszki Karamazov testvérek című munkáját olvasta, tehát azért még olvasnak a lányok Moszkvában, ezt örömmel tudom jelenteni, még akkor is, hogyha mintám szociológiai értelemben nem reprezentatív. A metróban szúrtam ki egy Globus reklámot, ez úgy szólt, hogy jobb egy régi barát, mint két új. El lehet dönteni, valószínűleg, hogy a szlogen mindkét oldalának van igazsága. A Globus persze hát joggal gondolhatja azt, hogy mint hagyományos termék, ugye, ott kell maradnia ezen a piacon. Kérem tisztelettel, Fjodor Csucsev nevét kell itt megemlítenem, aki egy preszimbolista költő volt, nagyjából a mi Vajda Jánosunk kortársa, és sokak szerint a Puskin utáni legfontosabb orosz költő. Egyébként cári diplomata volt, és annyira imádta Oroszországot, hogy élete legnagyobb részét Németországban töltötte, agyanyelvi szinten beszélt németül, és egyébként pedig a diplomácia szokásainak megfelelően franciául levelezett. Híres négysoros versét idézném én Szabó Lőrinc fordításában. Azt mondja, Oroszországot ész nem érted. Méter, sing sosem éri fel. A sing az egy másik mértékegység, hasonló, mint a verszta, csak rövidebb, és inkább a textiliparban használatos. Tehát rövid a költő arra céloz, hogy nagyám Oroszország. Tehát Oroszországot ész nem érted, méter, sing sosem éri fel, külön úton járott az élet, Oroszországban hinni kell. Hát ez persze kicsit a krédók via abszurdum. Vettem aztán egy vodka-vodkucskút a Duty Free-ben Moszkvában, annak a szatyrára az volt ráírva, hogy it's another world. Ez egy másik világ. Hát magam is így gondolom tisztelettel. Volt Permbe menet, Permben jártunk, Permbe menet volt több órás várakozásunk, és megtaláltam azt a ülő széksort, ahol a karfákat már valami nagyon fáradt utas gondosan kitördelte, hogy végig tudjon rajta feküdni. Mire éppen az édes álom szárnyaira vett, akkor egy kéz nehezedett a vállamra, és mondta, hogy taváris ülő pozíciót tessék elfoglalni, mert unász műnye oddi hájemna repülőtér. Kérem szépen,
tényleg egy más világról van szó. Én eredetileg Szibériába készültem, de ott csak a szónak Frey Tamás értelmében jártam, mert valójában, ameddig én eljutottam, ez az Urál előtti rész, a várost magát úgy hívják, hogy Perm, nagy hadi üzemek találhatók itt mind a mai napig, már a napoleoni háborúban öntöttek részből ágyút, mi egymás, amiből következik, hogy zárt város volt egészen a legutóbbi időkig. A dolgot úgy kell elképzelni, hogy Budapest és Perm között 4 óra differencia van. Tehát Budapest-Kijev 1 óra, Kijev-Moszkva még 1 óra, és ez még 2 óra. Tehát ez egy olyan, még Moszkvától egy olyan 2 órányi repülőút, és onnan már az Urál látszik. Egyébként a Káma folyó környéke, Magna Hungária, kicsit följebb van Komiföld, ahova szintén felvándoroltunk, tehát ebben a Perm megyében kalandoztunk mi mindenfajta formában. Kérem tisztelettel az útra készülve felütém én a több száz oldalas Szovjetunió útikönyvet, amelyben egyébként a volt Szovjetunió 10 legfontosabb városainak egyike Perm egész egyszerűen nem szerepel. Hoppári! Hát ott zárt városcsávó, most mire vergődsz? Hát úgyse mehetsz oda. De nem is közli! Drágaság az van rendesen, tehát mondjuk annyit mondhatok annélkül, hogy a súlykot elvetném, hogy ez a túra annyiba került volna, mint hogyha Bali szigetén 2 hétig angyali húrik játszanak vérvörös körmökkel a p***mel. De én mondhatnám így, hogy a Perverse Tours rendezésében gondoltam, hogy nagyon rossz körülmények között fogok eltölteni nagyon érdekes perceket, nem kevés pénzért. Na elég az hozzá, hogy én, mióta feloldották ezt a zártságot a városban, én az ott járt külföldi turisták számát 100 alá teszem. Tehát kérdeztem a Perm Tourist munkatársnőjét, akinek egyébként már a moszkvai és kijevi divatnak megfelelően tanga bugyia hátul kilógott a nadrágba. Én több napig fontolgattam, hogy én ezt visszatuszkolom, vagy teszek valami kísérletet ennek a visszatuszkolására, de aztán felhomályosítottak, hogy ez a divat. És állítólag most már Budapesten is, tehát tangaként, és ilyen tűhegyes kárpikban, tűhegyes cipőkben nyomják. No kérem szépen kérdeztem a mi kis idegen vezetőnőnket, hogy hát milyen a beutazó forgalom így, ami az Zapadnoje turistit, vagy bármilyen, akár keleti turistákat illeti. Megvakarta a szöszke fejét, és mondta, hogy hát tavaly volt egy osztrák. Szóval úgy ebből éreztem, hogy egy érdekes világba csöppenek én. Kérem tisztelettel, landoltam a festői Kijevben, Kijevből mentünk tovább Moszkvába, ahol folytatódtak kalandsorozataim. A barátaink elintézték, hogy ilyen könnyített határátlépés, vippes csajok, virágcsokor, külön mikrobusz, stb. Az első 5 perc jól ment, a következő 6 óra az egy picit nehezebben telt. Az őrnagy a fejébe vette, hogy az én útlevelem sarka fel van pöndörödve, tehát ez az útlevél nem az enyém. Úgyhogy beterelt egy ilyen kis kihallgató helyiségbe, nagyon kulturált volt, ahol 40 fok uralkodott pluszban, és én hülye vállaltam, hogy oroszul hallgasson engem ki, de nem bántam meg, mert ilyeneket kérdezett, hogy honnan tudok oroszul. Hát mondtam, drága barátom, így múlik az idő, mondom, tényleg onnan is. Annyira nem akarta, de nem baj, hát ezt tekintsük az információk és eszmék szabad áramlásának, úgyhogy nincs ezzel semmi baj. Na kérem szépen, ők csak annyit csinálták, hogy megvárták, míg a 3 moszkvai gép elmegy, úgyhogy a túránkat egy 1500 dolláros mínusszal kezdtük, mert a repülőjegy az elment Gajdeszba. A havereim addigra tök részegen furjaszó mellett vártak ilyen különböző tacepaókkal. Az éjszakát ott töltöttük a kijevi repülőtéren, és másnap hajnalba várt minket a festői Moszkva. Egyébként ebbe az egész útlevél történetben volt egy szimptomatikus, hogy az általuk nyugatnak nevezett civilizáció, amelynek hát most már látjuk azért a kis pörsenéseit, látjuk azt, hogy vérzik azért ez is néhány száz sebből, de ott azért mégis az a kiinduló pont, hogy mindenki becsületes, ha simlis vagy, nekem kell bizonyítani. Abban a kultúrkörben épp megfordított. Mindenki simlis, és te bizonyítsd, hogy nem vagy az. Hát egy magyar mondatot mondatod el velem. Hát mondtam, nem mindenfajta szarka-farka-tarka, ilyen flottul. Mert ugye ő még azt is megkérdőjelezte, hogy én egyáltalában magyar vagyok-e. Na kérem szépen, 24 órás apokaliptikus utazás után megérkeztünk Permbe. Nem akarnék elveszni a részletekbe, de ugyanakkor az ördögöt a részletekbe szeretném felmutatni. Röviden a permi szállodát ismertetném. Ez egy rosszia méretű rakétakilövő támaszpont. Gazdagon márványozva, de az előcsarnok már fel van oldva, és Lagerfeld és egyéb ilyen hóelegáns butikokban mérnek különböző divacikkeket elképesztő áron.
A pultnál 4 fülke van, belföldi vendégfogadása, külföldi vendégfogadása, kassa, kulcs, amelyet szigorúan csak a szobakártyához adnak oda, 4 példányos pénztárbizonylat kitöltése mellett. Na, miután becsekkoltál, akkor még átadnak egy cédulát, amelyel a 8. emeleten majd a gyezsurdáját köszöntheted. Tisztelettel, mert ugye azt is át kell adni. A liftnél egy KGB őrnagy ül egy tévémonitor előtt, hol hölgytársaságban, hol annélkül. Tehát mire a szobádba elütsz egy 6-7 főbe ütközöl, egyetlen egy nincs londíner. Tehát a kofferedot ugye, mert minden időjárásra készülnünk kellett, ilyen megalázottan szambázott föl. Fönt kérem tisztelettel tisztaság, és ahol a zuhanyból kijött a parketta, a szőnyeggel próbálták így a felpuposodást egy kicsikét eliminálni. Remek volt, a frigider tetején pedig zománc teakiöntő, virágos zománc bögrével, nem is tudom másként mondani. Egyébként tévé volt, és hát valami dermesztő táskarádió, amelynek a műanyag bordázata úgy nézett ki, mint egy ilyen régi csempe burkolat, tehát egy ilyen 70-es évekbeli táskarádió, amelyen hát hallgathattam volna a permi helyi adót, hogyha ehhez lett volna különösebben érkezésem. Időközben egy mini dráma zajlott le a recepciónál, megérkezett egy orosz kolléga, aki szobát szeretett volna. Kérdezte, van szoba? Mondták, van. Akkor miért nem ad? Mert nincs foglalás. Tehát elvileg, ha ő elutazik 150 méterre, küld egy faxot, akkor másnapra kaphatott volna szobát. Hát amennyire ezt így én le tudtam venni. Egyik este kértem teját. A gyezsurdaljáknak egy külön szobája van, éjjel-nappal teját isznak. Oda szambázok a gyezsurdaljához, hogy csáj. Azt mondja. Na, utána leadta a bárhölgynek, leadta a drótot, kopogtatnak, és megjelenik műanyag csészébe, tehát amit így kell fogni. Tehát át se tudod venni, mert olyan forró, már be van ízesítve, tehát nincs szórakozás, tehát be van már ízesítve limonom, szárom, nem tudod átvenni, és mindezért alig $2 kértek, ami hát teljesen baráti összegnek nevezhető. Zárójelben még a permi repülőteret el kell mondanom, engem ez már itt is mindig zavar, hogyha megérkezünk, hogy nem kapja fel valaki a csomagomat, és nem rohan ki. Ugye? Ez gondolom az útlevélkezelés miatt, vagy miért van ez így? Nem? Hát ez logikus lenne, nem? Frissen fürgén 2 nagy koffert felkapok, és kigyesszelek a zöld folyosón, és nincsen semmi. Na, permbe ezt nem lehet. Nem? Ott a csomagjegyet fel kell mutatni tisztelettel, és a Tarkovszki Stalker című filmére emlékeztető csomagérkeztető, ami ilyen szállítószalagos, nagyon csikorgó rozsdás rendszer, ahol a szél fújja egy kicsit a félig lefagyott vászonfüggönyt. Ott érkezik meg ez a cumó. Na mindegy, még egy apróság, hát ez isteni volt. Annyira féltünk már a különböző vegzatúráktól, hogy lekéssük a gépet, hogy visszafele. Tavaszba érkeztünk, csüdigérő hóban távoztunk, tehát május 24-én tisztelettel, úgyhogy kérdeztük a tajgai sofőrt, hogy mi a helyzet itt a májusi cserebogarakkal. Mondta, hogy hát az még ráno, az még korán, majd jönnek. Kérem szépen, 1 órával hamarabb érkeztünk ki a permi repülőtérrel, a következőt látom, szóval egy 30 perc vágatlan. Tehát nincs az a Buster Keaton a világnak, aki ezt elő tudja adni. Egy lepukkant, alig 28 éves Volgán, egy erős egyensúly problémákkal küszködő kolléga, zárójelben nagyon kevés részeget látni ahhoz képest, amennyit isznak. Tehát ez, hogy 2 fröccstől bátorra iszom magam, és hőbörgök felelőtlenül, ez csak nálunk van. Ott egy házaspár, kis kosztüm, kis táska, egy üveg vodkát délbe kikér, Saint-Jean. És kultúráltan elfogyasztják. Zárójelben mi az abszurditások abszurditása? Most hallottam, Oroszországban vodka reklám. Na, az egyensúly rendszert megtámadva a kolléga a következő fáradozott, hogy a nem működő ablaktörlő lapátot 2 darab Danubia szallag segítségével, nem tudom, hogy emlékeznek erre a szabászati műszóra, tehát ilyen textil szalag segítségével, ő megpróbálja bentről kvázi manuálisan üzemeltetni, és akkor azt mondtam, itt vagyok én, hon, drága barátom. Két öreg beszélget, azt mondja, járt maga Moszkvába? Igen, az ibusszal, nem én még a Wehrmachttal. Na, kérem szépen!
Köszönöm szépen. Hát a szerkesztő olyaténképpen tájékoztatott, hogy a mai alkalommal a privacy-ről, a privát szféráról kellene néhány gondolatot elhintenem. Én ezt a szót először Darvas Ivántól hallottam. Ugye Darvas Iván volt az, aki mind feleségét, mind gyermekeit gondosan elzárta mind a bulvár, mind a nem bulvár sajtótól. Azt mondta, hogy én őrzöm a privacy-t. És akkor ezt meg is néztem, én nem ismertem ezt a szót. Nálunk valahogyan ezt ilyen radikális mértékben nem használták. Na mindegy, hát lényeg ez egy trambulin annak átgondolására, hogy hogyan is állunk mi a magán szférával. Legutóbb minden jó tett elnyeri méltó büntetését egy masszázskúra következtében allergiás kiütések támadtak a hátamon. Ugye hát ilyenkor az ember már aggódva figyeli magát, képzett beteg vagyok, én haladéktalanul bőrgyógyászhoz fordultam, egy perce tartózkodom a buduárjába, ő összeszűkült szemmel kérdezi, hogy van piros volt a péniszén? Jesszus Mária, mondom, és abban a pillanatban csőre is töltöttem, és azt kellett regisztrálnom, hogy a belépésemtől számított 50 másodpercen belül egy középkorú hölgy tartja az én legféltettebb kincsemet, és lúpéval aggódva vizsgálja. Szeretném a rettenetes kétségeket eloszlatni, piros folt nem mutatkozott. De hogy mit kerültem el, ezt azóta se tudom. A magánszférával akkor vannak a bajok, hogyha például egy kis háború támad. Most olvasom például egy anonima nevezetű német nőnek a naplóját Berlin ostromáról. Ma is él a hölgy, nem mondja meg a nevét, azt mondja, akkor ájultam el, mikor az orosz katona a számba köpött. Hát ugye itt már azért többről van szó, mint a privacy-ről, ugye? Ez a széles pH értékbe való behatolás, és hát, hogy oldjuk ezt a dolgot, ilyen, ha megengedik, ilyen egy sima, egy fordított, egy nokedli, egy pörkölt jelleggel haladnánk mi előre. Nem tudom, észrevették-e, hogy a szájszaggal küzdő embereket atavisztikus nyomás kényszeríti arra, hogy hozzánk minél közelebb beszéljenek, mint hogyha ők naponta, ahogy a pszichológia mondja, feedback, tehát visszacsatolást keresnének, hogy ők valóban nem odvas büdös szájjal rendelkeznek, holott igen és nagyon. Tehát ezekkel a társalgás egy külön technológiát igényel, valamiért ezt ők így teszik. Egyébként, ez is nagyon érdekes, van ennek egy tudománya, ez az én ifjú koromban kultikus olvasmány volt, a T. Hall-nak a Rejtett dimenziók című könyve, aki vizsgálja például az állatok világában, hogy a fecskék miért olyan távolságban ülnek ott, ahol ülnek, vagy a verebek, és egyáltalában a testbeszédnek az intenzitása. Tehát például a kokáért, hogyha a transzibériai expresszen utazva a nejlonkötényes gyezsurnaja hátba vág, és azt mondja, hogy naribjáta, és beesel a székre, ami alatt borzsomi ásványvíz tartózkodik rekeszben, akkor ezt úgy veszed, hogy ő nagyon szívélyesen téged fogadott, és ez egy intenzív testbeszéd. De próbálj te egy cvikipuszit adni egy északnőmet nőnek, az azonnal lemosakszik bioszappannal, meggyónja, és hát gyakorlatilag megőrülő ettől. Visszatérve még a háborúra, amely hát magánszféránkat időnként roncsolta, Anthony Beaver a Berlin az összeomlás című könyvében írja, hogy a bunkerban még ott volt Keitel. És annyira összeomlott minden, hogy onnan tudták, hogy Berlinben hol vannak az oroszok, mert miközben a telefon működött, amint nálunk 56-ban a víz, gáz és csatorna. Ezt is egyszer meg kéne köszönni ezeknek az embereknek, plusz a mentőszolgálat. Na visszatérve, Keitlék, hát mint egy rossz diák tréfában úgy tudták meg, hogy hol vannak az oroszok, hogy találomra a telefonkönyvből fölhívta a külső berlini kerületeket, és azt mondták, hogy ja, Ivanda, hát akkor abból következtettek, hogy ott már téma komoly, Vilma fogoly, ugye, ott már nincs teendő. Na most ez jellegében ugyanaz, mint amikor mi a 60-as években ilyen vásod diák tréfákkal foglalkoztunk, hogy háló kis lakás cserélje nagyobbra, meg nem tudom, már emlékeznek, ugye csináltuk ezeket a kis ulibulikat. Kérem tisztelettel, kamaszkorunkat beárnyékolta egy szörnyű találmány, amelynek folyamányaként lehet, hogy kevesebb lány kapott vesemedence gyulladást, de hogy a mi pszichoszexuális fejlődésünk szinte zátonyra futott. Mert ott már mi messze többe akartuk behatolni, mint a privát szférába. Miről van szó? A harisnya nadrágról. Ott emberbe nem jutott a bugyiba. Ugye hát akkor is házi bulikon próbáltuk a másik nemet felfedezni, szervusz, nekosz, hová menosz, házi bulosz, leszbosz, szopok lesz, semmi nem volt. Ez csak egy
másod diák duma. Na most akkor a házi buliban szintén lassú és gyors számok követték egymást, és a lassú szám alatt ugye zsötem, te megpróbáltál behatolni egy fakultatív alsó mintavétel céljából, ugye? Elég az hozzá, hogy megindultál te a blúz és a szoknya között le, blúz alatt vissza, harnadrág kis trikó között alá, a jobb kezedben nem volt vér már gyakorlatilag, Rodolfo sikítva dobta el a bűvész dobozt, és akkor még kellett volna kettőt fordulnod, ugye, hogy aztán a kombiné és a bugyi között alá. De idáig soha el nem jutottál, tehát neked a már-már tapintani vélt édenből ki kellett vonulni, mint Kumbélának Felvidékről, mert a lassú számot követte a gyors figurázás. Mi a jó a kávéházban? Hogy az ember nincs a családja körébe, de még sincs szabad levegőn, ugye? Tehát ez is a szféráknak a különböző találkozása. Ez is nagyon érdekes, hogy így a privát szféra közösítése felé mindig a nők terelnek minket. Tehát én emlékszem arra, amikor egy hölgy mondta, hogy használjam a fogkeféjét, és ezt a furcsának éreztem, pedig hát előtte azért már bőven merészebb pH értékcserék történtek, mint amelyek egy fogkefe kapcsán cserélődhetnek, de ez nekem akkor mégis pikásnak tűnt. Aztán volt egy barátunk, akinek nem szabad kölcsönadni hálózsákot, mert hát ő egy olyan speciális tulajdonsággal rendelkezett, hogy álmában ő eljutott a katarzisig, aminek következtében a hálózsák hát kicsit így, ez így megszáradt, kicsit ropogóssá vált, és akkor hát mondtuk a haveroknak, hogy neki nem adnánk kölcsön ilyesmit. Jaj, még a háborúra visszatérve, azért az egy micsoda pikás jelenet lehetett, ugye, amikor Hortit ugye kivezényelte Hitler az országból, hogy közben meg tudja azt egy picit szállni, ugye, egy ilyen bájosan pikás ötlettel, és Otto Skorzeny, ugye, akik Mussolinit is kiszabadították, elfoglalták a budai várat, ugye, ilyen ejtőernyős csávó, és maga Horthy írja le a memoárjában, hogy amikor belépett a nappaliába, akkor az Otto Skorzenynek egy legénye lépett ki az ő háló köntösébe. Jaj, hát szóval nem csak az oroszok vannak a spájzban, hanem ugye olykor a németek is. Emlékszem, annak idején volt nekem egy nagybátyám, Feri bácsi, nagyon tiszteltem, mert ő még Kuplerájba lakott, és hát egy kis vérbajt is beszerzett ebből az ügyből kifolyólag, neki a szalvarzan időben jött számos magyar költővel ellentétben. Na, a Feri bácsival kapcsolatban a következő történet, amelyben a teljes magyar középosztály spétessége, hogy finoman fogalmazzak, benne van, akik ugye még 44-ben erősen reménykedtek, hogy majd az angolok Görögország felé megnyitják a második frontot, és nem az oroszok fognak ide érni előbb, amelyet már Teleki Pál miközben levonta a konzekvenciákat, pontosan tudott, ugye, hogy hát ez már csak geográfiai okokból sem fog így történni. Feri nagybátyám a Maros utcában lakott, egy udoka testvérünk pedig a Széna téren. Ungvári Krisztián Hézakpótló Budapest ostroma című könyvéből tudjuk, hogy az ostromot a BBC közvetítette. És a BBC-ből értesül az én unoka testvérem a Széna téren, hogy már az oroszok ott vannak, plusz ki is nézett, és hát érdekes embereket látott. Rendkívül érdekes formaruhába. És fölhívja a Feri bácsit a Maros utcába, hogy az oroszok a Széna téren vannak. Mire Feri bácsi azt mondja, hát akkor itt valamit tenni kéne. És hát ebben minden benne van, csodálatos történet. Egész gyorsan még rágombolom, szintén itt a szférák mentén haladva. Az én drága jó nagyapám, Kovács Jenő, tanár úr, magyar latin görög szakos tanár és gyakorló humanista, volt a József körút 37-39-es számú ház, ahol egyébként az első pípsó nyílott a rendszerváltás után, tehát minden nálunk történik, jaj, de szép volt, az elején még sorba kellett állni, isteni volt válogatott közönség, isteni nők, na mindegy, később aztán ilyen zoknis ukrán kurvák jöttek, mondták, Fábri úr, ez már nem önnek való, úgyhogy úgy éreztem, hogy a rendszerváltásnak ezt a szakaszát én le is zárom, mert hát én azért ezt fontosnak tekintettem. Nos, ő volt a József körút 37-39-es számú ház házparancsnoka, és hát izgatottan várta a hódítókat, már azt is tudtuk, hogy ők udvarról udvarra mennek, tehát a Lichthof felől kell őket várni, nem a nagy kapun, ugye? Tehát ez a házról házra jártak, ők terjedtek akár a népdal, és kérem tisztelettel nagypapa egy kis ezüst flakonban némi minőségi konyakot bekészített, két trabukó szivart, és hát talán még valami orosz üdvözlő mondatot is megtanult, mint nyelvszakos tanár, ugye, hát ismeretesen a görög ABC a Cirilltől nem is esik annyira messze, na minden zárójel, de azért, hogy azért a vér nem válik vízzé, hogy azért mind a 146 könyvet azért nem tudják visszaadni, szóval azért tizet még azért ellopnak, tehát úgy nem, szóval az Istennek sem, már erről 13 éve dolgozunk ezen a problémán, szeretett vezetőnkkel az élen, és azért a 146 azért az Atya Úristennek nem tud visszajönni. Na, zárójel
bezárva, örüljünk annak a 136-nak, ami itt van természetesen. És megjön a parancsnok, nagypapa hihetetlen remegő kézzel tüzet ad a szivarra, minden kocogás, remegés, kocsonya, kukkenund, überhaupt, megisszák a konyakot, vidám hangulat. Este felé a parancsnok közli az én humanista nagypapámmal, hogy akkor este kicsit mulatozni vágynának, és hát hogyha ő a házból 6 hölgyet kijelölne, akik hát megosztják magánszférájukat a Doni Hadsereg csoport egy teljes sramli zenekarával, akkor... Na, és itt jön a székely furmány, mert mit tett az én drága jó nagyapám? És ezt a történészek nem jegyezték fel, ezt Ungvári Krisztián sem tárgyalja, legyen ez egy lábjegyzet. Összegyűjtött egy kis aranyat, elvonult a Konti utcai kupleráiba, mert amikor már minden bezárt, a libidó akkor is követelte jussát. Semmi nem működött már a Konti utcai kupleráj, a Sztálin orgonák tüzében 24 órában üzemelt. Egyszer ezt is meg kéne köszönni ezeknek a hölgyeknek, hogy oldották az ostrom rettenetes feszültségét. Nagypapa elballagott a Konti utcai kuplerájba, elhozott 6 művésznőt, akik estére megosztották privát szférájukat a szovjet hadsereg illetékes egységével, és így az én drága jó nagyapám megmentette a ház asszonyainak becsületét. Köszönöm szépen! A kérdés úgy hangzik, hogy elkövessem-e önökkel az egyik legbrutálisabb merényletet, amelyet ember ellen elkövethet, hogy tudnélik úti élményeiről mesélni. Ugye ennek a durvább változata a videófelvétellel és fotóval kiegészített dolog, szóval az egészen brutális. Mindent megtudunk Icáról, hogy hol vesztett el a napszemüvegét, semmit nem tudunk meg a célországról, tehát arra gondoltam, hogy egy-két kubai anzixot földobnék önöknek, hiszen mostanában úgyis divat Kubába járni. Én a legnagyobb magyar államférfi, Ellemá, én már csak így hívom, Ellemá, a legnagyobb magyar államférfi és Türmer Gyula között sikerült a szigetre beosonnom. Ezt csak úgy zárójelben mesélték Kubába, hogy a kubai titkosszolgálatot magyarok csinálták egyébként. Tehát lehet, hogy a főnök újrafutózáson volt, hát nem tudom. Vagy valami nosztalgia találkozol. Nyilván nem, de hát az emberben ugye az ördög azért munkálkodik, de tényleg ezt ott mesélték, ugye, hogy Kubát ilyen szocialista segítséggel építették fel, és hát többek között a munkában a titkosszolgálat felépítése az éppen ránk esett. Hát kérem szépen, mindenek előtt le kell számolnunk abban az illúzióval, hogy Castro roskatag, az ország lefelé megy, az órái meg vannak számlálva, készen állnak a globalizált kommandók Amerika irányából, és pillanatokon belül a saját képükre fogják ezt az országot formálni. Hát finoman jelenteném, hogy nem. Nem. Castroról van egy sútka, ugye, hogy ő vörösben kezdte, sárgában folytatta, ez a kínaiakra utal, az előzőt gondolom nem kell értelmeznem, és pillanatnyilag a zöldnél tart. Ez a dollárra vonatkozik, ugyanis 94 óta a dollár törvényes fizető eszköz. Persze, biztos vannak politikai foglyok, meg ez egy pártrendszer, meg persze, de nem szabad ezt a dolgot innen megítélni. Először is van 2000 kilométeres tengerpart, amelyből több száz kilométeren ez a nagyon fehér homok van, a nagyon türkisz kékzöld tengernek a partján, ahol a kókuszpálmák itt finoman lengedeznek a szélben, és potyog a kókusz balesetveszélyt okozva. És hogyha a hőmérséklet ne talán, ugye hát azt nem kell mondanom, hogy a házakon nincs ablak, mert nem kell, ott nincs ott ilyen, és hogyha a hőmérséklet 22 fokra süllyed, akkor a kubaiak a steppet vatta mikádóra erősen ráhúzódnak, és egy picit így lecsendesedik az ország. Na most gondoltuk, hogy kubai élményeinket megkoronázandó, ellátogatunk a Tropicánába. Hát ugye erről mindenki hallott, vártam, hogy majd gyönyörű donnák. Na mindegy. Mondták, hogy a Parisien, amely a Hotel Nationalban van, ahol Frank Sinatra énekelt, és Al Capone leszármazottjai nyitották meg a kaszinót,
ott 28 dollárért lehet ezt a programot megnézni, ami a Tropicánában 60-ba kerül, de mondom, hát én hazajövök, nekem a Tropicánáról kell beszámolnom. Beülünk a buszba, megérkezünk a tetthelyre. Ja, otthon 7 órától Castro interjút ad a televízióban. Na most ott nem egy ember nem kérdez semmit, 3. Tehát ott nincs eljátszva ez az ösztűz, meg tegyünk úgy, mintha kérdeznék, meg kapjuk szét, mint fokja a lábtörlőt. Nincs ez az áldemokratikus színjáték. Ott 3 riporter ül, egy körasztalnál ugye Castro középen, 3 riporter ül, és kérdés nem hagyja el ajakát, hanem csak így empatikusan figyelik, így jár a fejük, mert a főnök ilyen rettenetes barokk körmondatokkal dolgozik, baromi jó állapotban van, egy óráig néztem, annyira szuggesztív volt, pedig nem tudok spanyolul, csak revolució, meg nem tudom, patria o muerte, meg hát ezeket ugye mindig lehet hallani, és akkor, amikor már úgy érzed, hogy a főnök már leteszi a pontot, és így ledől az íróasztalra, abban a pillanatban egy keresztlabdával, mint Björn Borg, így föltámad, és revolució! És indít egy újabb tirádát. Na, elszakadtunk Castrótól, be a buszba, Tropicana, megérkeztünk a tetthelyre, mérhetetlen mennyiségű gomperes hidalgó ugye hajlong, bevezetnek a tetthelyre, mármint a terembe, aminek a teteje úgy nézett ki, mint a planetárium, ilyen kis műcsillagokkal, fél homály, majd mire eloszlott a fél homály, észre kellett vegyük, hogy csak mi vagyunk. Tehát sikerült egy éjszakai szórakozó helyre elsőként megérkeznünk. Ugye ez már úgy megadja a dolognak az alaphangulatát. Na, alig, hogy helyet foglalunk, ahhoz képest, hogy a jegy olcsó volt, nagyon jó helyen ültünk, egy félkörű színpad, a színpadhoz közel egy sor asztal, aminek majd még lesz szerepe a történetben, egy járás, és mi voltunk egy 6-os asztalnak a végén. Tehát nagyon szépen közel, oda is pattal az egyik fő szopató, és kérdezi, hogy mit innánk. Hát mondom, friend, mi becsengettünk egy elég jelentős dollármennyiséget, ami mondjuk a kubai minimálbérnek a 243-szorosa, és hát ebben vannak bizonyos italok. Azt mondja, azt majd csak a műsor előtt. Jó, mondom, hangulatos óra elé nézzük. Ugye hát mit rendel az ember, persze ilyenkor lebénulsz. Ugye hát koktél, jó? Jó, hát rendeltünk egy mojitót, amiben kivételesen rum is volt, én meg nem vagyok ilyen nagyon koktélos, úgy eszembe jutott, hogy Cuba Libre. Ugye ez olyan jól hangzik, ha tudtam volna ez a kólás szar, akkor nem kérek. Na mindegy. Megjön a 2 koktél, hát azt így hervatagon elkezdjük fogyasztani. Na most arra hamar rájöttem, hogyha én a koktélt olyan tempóban fogyasztom, mint ahogy a fröccsöt szoktam, akkor én a műsorból nem látok semmit. Ezt csajokkal is megtettük boldogult urfikorunkban, hogy még nem jó, már nem jó, ugye? Na, eközben a maradék 4 helyre leült mellénk 4 olyan soviniszta francia kispolgár, hogy ránk se néztek. Mondom, iszom még egy kortyot, és akkor a Trianont azért finoman megpendítené nektek. És szemétládák. De ugye, de várjanak, most képzeljék el, hogy hát nem akartam én velük beszélgetni, de hát könyörgöm, mégis egy asztalnál ülünk, nem? Hát akkor gondoltam, hogy Buenos Noches, vagy Dias, vagy How do you do nyúlhogy, vagy Good evening, vagy nem? Hát valamit mondunk, Bonsoiré und Pissoiré, nem? Hát mégis valamit kialakítunk. Na most mi nem nagyon burkoltunk otthon, és hát úgy a koktél hatására, hogy kezdtünk félelmetes tempóban éhesedni, tudtuk, hogy majd kapunk majd valami pici kis ellátmány, miközben sovinisztáik rendeltek 4 akkora bifteket, hogy lelógott a tányérról, úgyhogy a megaláztatásunk még ezzel is kvázi teljesebbé vált, már megint ők nyernek, ugye? Szóval már éppen ették magukat Brassó felé, aztán felkanyarodtak, ugye most már Kassánál lesznek, ugye? Hát szörnyű volt az egész. Kérem szépen, 10 óra előtt néhány perccel elkezdték szétosztani az illetményt. 2 személy kapott egy üveg rumot. Na most ugye nyilvánvaló volt, hogy ezt ott nem fogjuk elfogyasztani, de ahogy már a rum landolta az asztalon, már feltettük azt a kérdést, hogy akkor most ezt ugye hazavisszük. A rum mellé adtak egy nagyon pici pezsgőt,
ami, hát egy ilyen kis üveg pezsgő, az olyan, ahogy Rejtő Jenő mondja, mint a nyári öltöny mellénye, rövid és értelmetlen. Tehát ennyi pezsgővel nem nagyon lehet mit csinálni. Na, ezt betuszkoltam a sovinisztaik jégbadellájába, mert mondtam, az a mi jégbadellánk is, szóval azért nem úgy van, szemétládák. És egy doboz úgynevezett tropikólát. Tropikóla volt nálunk is a kóla előtt, ilyen műanyag hatású kis demizsomban, az úgy nézett ki körülbelül, mintha a bejáratos Moszkvicsból leengedték az olajat, leszűrték a spént, és egy kis fagiforral megbolondították. Vagy ahogy ugye Ecseri szokták barátaim mondani, hogy Fabri úr, letagadom, hogy a kezembe volt. Tehát ebben a kólából hogy egyet kortyoltam, és éreztem, hogy ez nekem nem pálya. 10 óra 18 perckor a fölő smokingban, alul fekete farmerban és rébők sportcipőben egzisztáló karnagy beintette a színpadon a két élő zenekart, majd ebben a pillanatban elén pattan szopató, és azt mondja, hogy $10, please. Hát mondom, mely szók hagyták el odvas fogaid rekesztékét? Hát mondom, ich bezahlen pagare show $65, és apád amúgy se üveges, mondom. Hát másfél órád lett volna, hogy bekaszáld ezt a nyomorult $10, ami egyébként a kétszerese annak, mint ami a legdrágább koktél Havannában. Mondtam, no $10, mondom, osonjál el majd, after you. Ugye én szeretnék a show businessben feloldódni. Hát kérem szépen, a nyitó kép az egészen fantasztikus volt. Jönnek a csajok, részben a színpadon, részben pedig a székek közötti három járásban. Ez volt, én csak a magam számára adtam ezt a fantázia nevet, hogy a csillárok bevonulása. Minden egyes csajnak a fején egy komplett jablonec kristály csillár volt. A középen egy akkora dinamóval, pontosabban trafóval, mint egy kukta fazék. Tehát nem kis nyaki munkálatot jelentett nekik ezt az akciót ugyebár végrehajtani. Hát jó, van, lement az első kép, csillárok bevonulása, jablonec, ugye. Én nekem már voltak halk kérdőjeleim a produkcióval kapcsolatban, de hát ezt egyelőre hát sovinisztáikkal eleve nem osztottam volna meg, hát vártam, hogy azért valami történik. Na, utána jöttek a különböző életképek, Amerika felfedezése, indián fantázia. Na most én hamar rájöttem, hogy maszk ide, maszk oda, hiába vették le a jablonec csillárt, hát ezek ugyanazok a csajok. Hát kérem szépen, sietek leszögezni, a produkció nagyon jó volt. Valószínűleg a NDK jégrevűből lepattant tisztázatlan nemi szereplő koreográfus állíthatta színpadra, ugyanis ezek mind balettművek voltak. De én ugye ismereteimet színes magazinokból és filmekből merítem, ugye, tehát én láttam, hogy mi újság a riói karneválon, tehát én a magam részéről egyenletesen töltött óriási disznóhúson és vitaminon hízlalt barnára sült seggeket. Vártam! Na most, ebbe az ensemble-ba sikerült Kuba legkisebb mellő és legkisebb seggűnőit összeszedni. A legjobbnak is olyan segge volt csak, mint a Csonka Andrásnak. Röviden ennyit tudok mondani. Tehát hangsúlyozok, ez a baba nemében... Ez a maga nemében egy nagyon színvonalas produkció volt, de én nem erre vágytam. Én arra vágytam, hogy ne tessék itt művészkedni, hanem lássam ezeket a, hát már-már majdnem, nem is mondom. Hát szóval ezeket a kegzeteket, ugye? Különböző tollazatokkal. Hát anyám, én nem ilyen lovat akartam. Na kérem, tisztelettel eljutottunk a fináleig. Finále! Főszopató elén pattan, azt mondja, $10 kapok. Hát mondom, finále! Hát nur kukken, hát nem kertvendéglőbe vagyunk, ugye? Hát dolgoztam én kertvendéglőbe, mikor Leányfalun a gyöngyszembe leesett a zápor, és mindenki rohant le a hajóállomáshoz, és én így fejből mondtam, hogy 1760 rántott szelet, 280 ugorós aránka, 160 paradicsom lees. Tudom én, hogy miről beszélek? Mondom, várjál már, csávó! Na jó! A műsor végével tényleg a csoportok legnagyobb része felpattant, a rumot mi már elhelyeztük, és gátlásaink teljes mértékben feloldottak, mikor láttuk, hogy a japánok a kólát is viszik. Tehát a különböző Jacky zsebekben. Na, hát ismét csak ketten valánk a teremben, odaintém magamhoz a fő szopatót, vagy ő jött magától, és egy olyan találatot vittem be, hogy most, ahogy felidézem ennek emlékét,
borzongás járja át a testem. Azt mondtam az embernek, és ilyenkor már tulajdonképpen én ketté válok. Találkozás egy fiatal emberrel, tehát ül egy nyuszi, egy megalázott turista, aki mindent kifizet, becsapnak, stb. És hirtelen egy bátor ember, így előtt egy hírosz, egy vendéglátóipari rabbó. Kipattant belőlem, és annyit mondott, hogy számlát kérek. Hát ebben a pillanatban szopató arcán a prokol harum halványabbnál is fehére bárnyék színű száma vonult át így átlós irányban. Hát egy 20 percig oldottan szórakoztunk Stokke egyedül. Már nem volt semmi. Majd visszajön és a következőt mondta. Finoman jelezném, hogy egy órakor volt még egy show, és a legnagyobb szórakozó helyeinek egyikén vagyunk ugye a világnak. Azt mondta ez az én drága emberem, és annyira ismerős volt az érrendszer. Álltam én a barikádnak azon az oldalán. Azt mondja, bezárt a kassza. Hát mondom, drága barátom, és akkor éreztem ugye, hogy már gyerőben vagyok, ugye, tehát megtartom a lovat, mondom, mi lehet itt a teendő? Mondom, ilyen naívan. Én csak azt gondoltam, hogy legalábbis egy árbérséklést ugye sikerül kialakítani, mire azt mondja a figura, ön a ház vendége. Igen! Hát kérem, én ezt úgy buktattam be a belső zsebbe ezt a 10 dollárost, mint hogyha soha ennyi pénzt egyben nem láttam volna, és ezt aztán másnap sikerült szokás szerint 13-szor elkölteni, mert hiszen ezt kvázi találtuk. Köszönöm szépen! Hát az északi sarkkal kapcsolatban a pólusra magára, tehát a 0000,0-ra, ahol már csak úgy koppan a pipi, sőt, az orosz expedíció nem tudott koccantani, mert befagyott a vodka. Tehát magára a sarkpontra, oda például ilyen Murmansk jégtörő hajóval visznek el ilyen baromi gazdag amerikaiakat. A két helikopter már rajta van a jégtörő hajón, és aztán helikopterrel beviszik őket a sarkpontra, és akkor ott nem tudom, koccintanak, vagy bármi történik. Mi Kepesi úr és Frey úr társaságában a Spitzbergákon jártunk. Hát én végig gondolkoztam, hogy ki lehet ez a Spitzberg, de hát nem akartam az ORTT-vel összeütközésbe kerülni. De kiderült, hogy nem arról van szó, amire itt esetleg gondolnak, hanem valóban a táj ilyen rendkívül csúcsos és éles élő, nem tudom másképp mondani, Spitzbergekből, ugye van spiccipő, ugye, amin rejtélyes okokból állnak a balerinák, ahelyett, hogy bejöhetnél normálisan. Tehát én ezt gyerekkoromban már hullára nem értettem. Hosszan el tudnék indulni ezen a vonalon, de önök nyilván a Spitzbergákra kíváncsiak. Már tavaszodott, ami azt jelenti, hogy csak mínusz 15 fok volt. Tehát akkor már ilyen kicsit könnyedebb az élet, egy réteget le lehet dobni, marad csak 4. Na, itt nincs örök jég, hanem 2 hónapra felolvad mindez a dolog, és akkor kis pipitérek dugják ki a fejüket, nem tudom, hogy miből, mert fa nincs, ilyen zuzmó és izé. Ott rénszarvasnak lenni nem egy nagy biznisz, van már turizmus, rénszarvasok meglehetősen szelídek, ugye közel jönnek szinte az emberhez, és megnéztem, nem értettem, hogy ilyen a glatt jégen végeznek ilyen legeléshez hasonló mozdulatokat, hát messziről nem láttam, oda mentem, hát ilyen nagyon vékony kis valamiket ott a csipkednek, de a jóisten ezt is jól megoldotta, mert kiderült, hogy ők nyáron, amikor tombol a nyár, és lehet edni ezeket a zöld virágokat, zuzmókat és mi egyebeket, akkor 10 centi vastag zsírpárnát növesztenek. És gyakorlatilag a téli időszakban ezt a zsírpárnát élik fel, velünk ellentétben, akik ebben az időszakban a zsírpárnát növeljük, miután keveset mozgunk. 10 éve van már egy repülőtér itt, azelőtt olyan volt, hogy csak hajóval lehetett szállítani, a repülőgép ledobta a cuccot, és aztán, hogyha elment a hajó és befagyott a fjord, akkor téma komoly Vilma fogolyottan 10 hónapig. 10 hónapig nem nagyon volt mozgás. Ugye hát az most is úgy van, hogy novembertől februárig örök sötétség van, de az nem olyan sötétség, ez sarki sötétség. És kérdeztem a 190 centis Marcona snowmobile bajnok vezetőnket, hogy mit csinálnak novembertől februárig ebbe a sötétbe.
ránézett, és azt mondta, ugyanak Spitzbergákon, aki nem tud angolul, nincs. Tehát a Rozmár is a Basic English-t nyomatja. Tehát ott az ilyen nincsen, ott. Rám nézett, azt mondja, Alex, we close the door and fuck. Hát mondjuk így, hogy szerelmeskedünk, ugye, hogy a film feliratban kicsit szolidabban ezt szokták fogalmazni, ezt meg is értem. Magát ezt a kis helyet, ahol voltunk, ezt úgy hívják, hogy Longyearbyen. Ennek kiejtése 4 napba kerül, de helyi erőkkel konzultálva rámentem erre, és elég autentikusan tudom mondani. Mindenütt kimoltak a városba a plakátok, hogy puska nélkül azért ne hagyd el a helyet, mert jeges medve veszély. Úgyhogy mindig jött velünk ilyen fegyveres kísérő, és ez már-már szinte expedíció jellegé tette ezt a lényegében turizmus. Van, aki 5 évig nem találkozik jegesmedvével, tavaly viszont megette 2 embert. Hát szóval egyszer fenn, egyszer lent, most már ők állítólag elmentek a fókák után. Nagy élményünk volt egy 2 napos, hát mondjuk 2,5 napos kutyaszán túra. Ennek csocsoszánhoz semmi köze. Hülye poén. 20 kutyával mentünk. Csak hogy az idővel hogy állunk, ezért rápillantok. Szerkesztő Marcáról mit olvashatunk le? Na mindegy, valahol most már le kell a dolgot kerekíteni, mert vannak itt még mások is, akik szeretnének szerepelni. Igen, Aranyosi Péter asszisztensünk itt egy végepoént javasolt, hogy és megérkeztünk Budapestre. Köszönöm szépen, a kutyaszád még azért gyorsan elmondom. 4 gatya volt rajtunk. És minden arktik. Tehát arktik nadrág, szigorúan műszál, én nem tudom, az miért jó. Szóval a Jégernek, a Schlitzének az ez az algoritmusa, hogy balról le, föl, benne le. A következő kismackónak jobbról indít le, föl, 2 skunkor, benne vissza. Fölveszed rá a szélnadrágot, benne fel, jobbra, balra le. Na, ilyenkor már Rodolfo sikítva eldobja a bűvészdobozt, és David Copperfield ott marad a kínai nagyfal alatt. Tehát én vettem ilyen vizeletcsökkentő tablettákat, úgyhogy én 4 napig nem brunyáltam gyakorlatilag, mert mindenre rájön még egy ilyen hatalmas overall, amibe valóban nem lehet mozogni, vagy csak ilyen rendkívül korlátozottan, főleg annak gáz, aki a kutyaszámba ül, mert az tényleg hideg. Én hajtottam. Ez egy kis szánkó, ugye, lent ül a megalázásba a társ, ez esetben az operatőrünk, és egy ilyen spritzdek van, mint a kajakba gyakorlatilag, tehát orkánból az ott ki van képezve, alul egy kis rénszarvas bőr, de lényegében a seggeden csúszol, erre rájöttem, mert bementem. Tehát hogyha egy kicsikét valami a burkolat nincs rendesen visszarakva, akkor azt a seggeden nagyon korrekten lehet. Na, hát az indulás az maga egy stresszal, meg kell őrülni, előre kioktatnak. Tehát az első kérdés, hogy hajtott-e már kutyaszát, hát mondta. Tehát így konkrétan még nem, de a Spitzbergákon ez egy logikus kérdés, mert hát ott sokaknak van ilyen. A szánok egy karabinerrel oda vannak kötve a kerítéshez. Ilyenkor a kutyák megőrülnek. Tehát 65 darab éneklő kutya a karámba. Ebből a nő kiválaszt, ami meglepett ilyen forgatókönyv szerint, mert nagyon lényeges, hogy melyiket melyikkel lehet összerakni, hogy nagyjából a 4 szánkó egyforma gyors is legyen, és egymással a kutyák ne balhizzanak össze. Úgyhogy nézi a csaj az itinert, hozza ki a vinyogó kutyákat, akik már megbolondulnak, mert szeretnének futni. Na, elmondták, hogy álljál tehát a fék az gyakorlatilag egy ilyen fogasfélkör, amit be lehet nyomni a hóba, és egy ilyen gumipók vagy egy rúgó rántja vissza ilyen csappantyúszerűen, plusz balra föl van akasztva egy vasmacska. Egy ilyen tehát egy hómacska, ugye, hogy nyelvileg korrektebbek legyünk, ami egy ilyen 2 új, és azt így a hóba jól be kell durgálni. Visszafele megmondták, ha elengedjük a szángyalog, jövünk haza. Mert visszafele a kutyák nem állnak meg hazáig. És azért a távolság annál nagyobb volt, hogy úgy csak úgy sétálva lazán így egy havannával így hazafüstöltünk volna. Nagyon koncentráltam, megmondták, mi a sorrend, állok a féken, mint állat, és rögtön az indulásnál egy jó nagy hupli volt. Hasonló, mint a szánkózódomba Városligetbe. Tehát egy olyan elég nagy hupesz. Hajtani igazából nem kell, mert a kutyák mennek a vezérkutya után. Tehát csak rajta kell maradni és fékezni, illetve ha a vezérkutya leül kakilni, akkor azonnal fékezni kell, mert a többi rárohan.
Érdekes módon a befogott kutyák, azok menet közben kakilnak, mint a lovak. Ez ugye meglepő, egy kutyánál ez teljesen furcsa dolog, de így van, a vezérkutya, ő a góré, neki joga van a nyugodt kábelfektetéshez, és akkor mindenki megáll. Na jó, van, hát halás stressz. Én voltam az operatőr gyerekkel a második. Szánkó, elindul a vezérhajó, korrekten fölkapom a vasmacskát, ráakasztom, állok még féken, mint állat, fölrántom a karabinert. Wow! Abszolváltuk a dolgot. Már úgy szépen megyünk, mondom, Sanyikám, megy ez, figyeljét. Ilyenkor azért felébred benned a felfedező szindróma, érted? Az összes gyerekkori kalandregényed így lepereg előtted, érted? Amundsen, stb. Egyszer csak balra megáll mellettem egy szán, ott ül benne Frey Tamás, de aki mögötte van, az már nem volt ott. Kepes kolléga, hát ezt a szánkódombot nem tudta így venni, így ebben a formában. Azt mondja a Frey, nincs mögöttem a kepes? Hát mondom, ahogy mondod. És mondjuk itt seggen kimenni a dácsáig, az elég gázos lenne. De aztán valahogy visszaraktuk, és az éjszakát aztán kint töltöttük. Hát lebegett a fejünk fele Damoklész kardjaként, hogy sátorba kell éjszakázni. Hát azért az nem olyan oké. Hát éppen ez az arc, ez a snowmobilos. Fölvitt 640 kilométerre snowmobillal két csajt. Alvás nélkül két nap alatt tette meg az utat. Hát kiló 20-tal azért rombolnak a havon. Én az 50-et szigorúan betartottam, szóval azért langsam spazieren, nix ugra-bugra. És ő fölvitt két norvég nőt, akik ilyen hátizsákkal és síttalppal jönnek vissza 14 napig. Hát hogy hogyan, az ő problémájuk. Szóval én még úgy egy éjszakát sem akartam úgy feltétlenül sátorban. Szóval romantikus alkat vagyok, de nem ennyire. És nagyon örültem, amikor felbukkant egy ilyen kis fabódé. Ez tulajdonképpen a tulajoknak volt a habja, lehet így mondani. Tehát, hogyha nem bírják ezt a hihetetlen feszültséget, ami ebben a 2000 lakosú városban uralkodik. Tehát, hogyha elegük van a snowmobilok cikázásától, ettől a városi stressztől, akkor kijesszelnek oda 80 kilométerre a dácsába. Legyen ez a vége. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Néhány nappal ezelőtt úgy gondoltam, hogy egy napra el fogok menni Bécsbe, mint egy ember. Nem 1002-es ladával, nem busszal, hanem vonattal, úri módon, ahogy illik. Reggel 5:30-kor frissen, fiatalosan felpattantam, és behaladtam a metróba. Hát reggel 5:30-kor a metróban nem sok autogramot adtam. Az emberek magukba roskadva, hát ahogy ezt 5:30-kor kell is, és valószínűleg és lehettem egy bazsarózsa, így nézegettek maguk elé. Egy úr, aki így az aktatáskájára könyökölt, így egy pillanatra felnézett, és valami tisztulás úgy láthatott a tekintetébe, majd így legyintett. És így aludt tovább az aktatáskán, tehát feldolgozta azt a filozófiai problémát, ugye, hogy a showmester Muki nem lehet reggel 5:30-kor a metrón. Tehát ezt ő elképzelhetetlennek tartotta. Fiatalosan áttörtem a már reggel is üzemelő arabpénzváltók barátságos gyűrűjén. Utánam szóltak, hogy heti-het ez, a fekete leves, mondom, nem, de mindegy. 6:00 beszállunk a vonatba, intercica, tutiság, babaság. Egy probléma volt, hogy a vonat fele Bukarestből jött. Ez ugye egy picit csökkentette az élvezetemet, de elfojtottam magamban az ilyesfajta negatív gondolatokat. Nagyszerű volt az elhelyezés, utána étkező kocsi. Egy haverom már előre elmondta, hogy olyan drága az étkezőkocsi, hogy az az én műsoromban 12 perc vágatlan, annyit fogok röhögni. Szóval valami irgalmatlanul nyomják a ceruzát, bedzsesszelünk az étkezőkocsiba, senki nincs, csortos gyulaszerű pincérek, vassal damasztabrosz. Kérdezem, hogy a román csoportot mikor reggelisztetik? Mondták, hogy ők ilyet nem szoktak, az árfekvés nekik egy kicsikét hegyes, gombás tojás, szalad a táj, előttünk Bécs, lelkemben kis rőzsedalok, nagyszerű a nap. Egy apró kis hiba akkor csúszott a rendszerbe, mondhatnám egy homokszem, amikor a teát ilyen szocreál, lapos,
majdnem leveses, de annál alacsonyabb csészébe szervírozták. Maga a vagon az abszolút EU szabvány, nem így a sín. Na most ennek következtében először a török ugrató után csak egy kis teja így lötykölődött ki, elázott az alatta lévő szalvéta. Gondoltam, hogy csökkentem a teja mennyiséget, gyorsan lehörpölöm, akkor kicsit leégettem a pofám. Próbáltam rányomni egy kis kenyeret és egy kis gombás tojást. Egy nagyobb kanyarba hirtelen felgyorsult a csésze beltartalma, és gyakorlatilag a tenyérnyi csésze 15-szöröse megjelent a lendamaszt abroszon tejafolt formájában. A csésze alatt a szalvéta természetesen elázott, ugye, ahogy ez lenni szokott, és attól a pillanattól fogva már nem Bécs felé mentünk mi lelkileg, hanem igenis Bukarest irányába. Félnél azt hittem, hogy javul a helyzet. Nem. Ez a csésze részecske gyorsítóként működik, tehát annyira képes felpörgetni a teját, hogy egy centinyi teja is így fölspilázott, csak lassabban. Mögöttem áll a jóhumorú pincér, azt mondja, tegye be a kanalat, az segít. Hát mondom, oké. Később aztán megenyhült, azt mondja empatikusan, hozok egy másikat. Hát mondom, édes ember, hát jó lenne, mert teját még egy kortyot nem tudtam magamba tölteni. Viszont már leégett a szájpadlásom. Hozza a másik teját, egyből beleteszem a kanalat, tehát lefékezem. Hát így sikerült üggyel bajjal egy fél csésze teját cakumpak elfogyasztanom. Utána nézem a számlát, tehát ezt át szoktam futni. Egy kb. 17.400 forintos reggelit fogyasztottam. Mondom, édes aranyos barátom, és mi itt ez a tétel? Azt mondja, a plusz teja. Hát mondom, mely szók hagyták el fogaid rekeszét? Fölszámítod nekem a teját, amit barátságosan felajánlottál? Oké, megérkezünk a Westbahnhofra. A Mária Hilfer utca sarkán, ugye Segítő Mária utcája, valamennyien ismerjük. Próbáltam venni ezen a Segítő Mária utcáján egy olyan zoknit, amit Habsburg Otto hord. Megnéztem, szóval szeretnék egy elegáns férfi zoknihoz jutni. Ültünk Otto bácsival a Hócipő szerkesztőségébe, és akármennyire fölment a nadrág, még mindig volt zokni. Tehát nem látszott ki a szőrös vádli, áruházi szinten ezt nem lehet kapni. Utána kis Cézanne kiállítás, találkozás családom kintszakadt részével, ebédköltségeket magamra vállaltam diszkréten. Annak idején ez fordítva volt. Délután pont becsúsztunk az opera esti kasszájához, ahol kaptunk 2 darab jegyet Richard Wagner Tannhäuser című művére, méltányos árfekvésben 500 shillingért. Viszont ebből következett, hogy az éjszakai vonattal kell hazajönnünk. Azt már a menetrendből sejtettük, hogy a vonat végcélja Belgrád. Vegyes érzelmekkel közelítettük meg a Westbahnhofot. Minden vágányon állt egy vonat, egy nem volt kivilágítva. Mondom, ez lesz a... Megkérdezem az osztrák kalauzt, hogy hova szálljunk. Azt mondja, csak az ülőkocsiba. És 2000-be Bécs közepén már félsz. Mert a vonat megy egy országba, ahol még tavaly háborúztak. A peronon csak Magda Marinkó arcú emberek tartózkodtak, és búcsúztatták családtagjaikat. Hát végül is aztán választottunk egy helyet, ahova aztán néhány turista is bejött, tehát ilyen hátizsákosok, meg mit tudom én. Arra ébredek, hogy a magyar kalauz megrázza a vállam, katonásan lekezeli a jegyet, és csak annyit mond, ha lehet, a keletiig ne tessék el aludni. Hopp, így fogtam a hátizsákot, 3/4-3-ig. Hát kérem tisztelettel megtörtént a nagy esemény, ugye, amelyről oly sokan beszélnek manapság. Mondhatjuk azt, hogy az eljegyzés és a házasság közötti köztes állapotban vagyunk, ugye, ami az EU-t illeti. Hát igent mondtunk, felhúztuk a gyűrűt,
És mostantól úgy kicsit nehezednek az éjszakáink, vagy könnyebbednek, vagy legalábbis föl kell adni ugye legény, illetve leány életünket, hogyha szabad tovább horgolnom ezt a párhuzamot, és nyilvánvalóan kétségek sorával vagyunk teli, milyen lesz ez az új házasság, recsege az ágy, nem-e, előről-e, hátulról-e, pálot zokni, PH érték, ugye, tehát sok minden, ugye mindig jelen van, figyel, és a többi, és a többi. Hát kérem tisztelettel, most egy kedves kollégát jelenthetek, ő Bandi Ködmönösről, aki se nem EU párti, se nem EU ellenző, és hát tájékoztat minket, hogy mi újság az EU-val kapcsolatban, és mi újság egyéb közéleti kérdéseket illetően Ködmönösön. Fogadják őt tehát szeretettel, Bandit, azaz Szőke Andrást! Bandi csúcsos kopott kocsmában és kapucnis medve öltözetben érkezik egy 28-as Csepel kerékpárral, amelyre egy kis darab Magyarország van rákötözve, egy miskakancsó, néhány rubik kocka, egy kukta fazékból készített pálinka, lepárló készülék és néhány túró rudi. Kedves Bandi, mindenek előtt köszönjük szépen, hogy Ködmönösről eljött hozzánk. Érdeklődöm, hogy lezajlott-e az EU szavazás Ködmönösön, nyilván igen, de mégis milyen eredménnyel, és egyáltalában ez a kérdés, vagy ez az új helyzet mennyire foglalkoztatja a ködmönösieket? Mielőtt a kérdésére válaszolnék, Ködmönösről azért is érkeztem így, hogy a ködmönömet elhoztam, meg a kiskucsmát, kicsit legényesre van véve a fejemen Ferdén, mert ebben is szerettem volna jelezni, hogy nekünk ez a falu nagyon fontos. Mit tetszett kérdezni? Sikeres volt-e a népszavazás? Igen. Milyen volt a részvétel? Volt-e szesztilalom például, ami választások alkalmával szokott lenni? Most nem tudom, hogy egyáltalában országosan volt-e. Hát nálunk a több kocsma van, a főkocsma, a Ködmön kocsma, a falu központjában van, és mi, ez egy társadalmi hely, ott szoktuk megbeszélni dolgokat, mindenki benn volt a kocsmába utána, és akkor mindenki mondta is, mikor leültünk, hogy voltak, de végülis a jegyzőasszony is bejött 16:30, mert már nagyon ideges volt, ő is megívott egy felest, és ő más mondott. De a falu úgy érezte, hogy ott volt? Mi úgy éreztük, ahogy ott voltunk a kocsmában, mert mindenki, ahogy nézte a másikat, ők azt mondták, hogy ott voltak, és mi, ahogy ott együtt voltunk, mivel ez közel volt a választásokhoz, a kocsma, én úgy éreztem, hogy aki oda átjött, az nyilván abból a stresszből jött át, hogy ugye megtette, és hogy tulajdonképpen lehetett is érezni, hogy ahogy a fröccsöt issza, vagy a rövidet, hogy ő ott volt. De a jegyzőasszony, amíg nem itta meg a felest, ő teljesen más mondott. Viszont a jegyzőasszonynak megmondtuk, hogy ha a jegyzőasszony más fog mondani, mert ő is ott él abban a faluban, vegye tudomásul, hogy ott él, tehát ott is fog élni, tehát hogy ne játszon avval a tudattal, hogy azért, mert nála van a papír, és ezt nem mutathassa meg nekünk, mert akkor ő 20 év múlva is azt fogja visszakapni a fejéhez, hogyha az nem igaz, hogy ő azt mondja, hogy nem volt ott mindenki, és mi meg ott voltunk, és akkor itta meg a felest. Volt-e valaki, aki nemmel szavazott, amit hát gondolom szintén tiszteletben kell tartani? Azt a kocsmában nem mertük megmondani, mert minden reggel bejön az ember kávét inni, meg jó, következő nap is fogunk inni, tehát ott a kocsmában nem mondták, hogy nem. Ott tulajdonképpen mindenki azt mondta, hogy igen. Abból a szempontból, ha a kocsma nem lenne a Ködmön kocsma Ködmönön, akkor más lenne a helyzet, de az a helyzet, hogy nagyon régóta van. Előtte kocsmakocsmának hívták, de az még az előtti időkben volt, azt nem tudom, hogy akkor hogy voltak a választások. Most, amióta Ködmön kocsma van, azóta mindenki igen. Azt szeretném kérdezni, ugye, hát magam is jártam Ködmönösön, és tudom, hogy a kocsmában van egy televízió, és érdeklődöm, hogy a falubéliek, vagy a kocsmabéliek, mondhatjuk így, követték-e az Athénban lezajlott aláírási ceremóniát? Most az volt, hogy ez a videóton készülék volt, amíg az előző kocsmáros vette, és most volt egy meszelésünk, mert festettünk egy nagy Ködmönt, mert úgy, hogy szimbolizálja a falut ott a tálaló mellett. Ez egy 4 méteres Ködmön volt, és amiatt a tévét arrébb kellett rakni, mert a Ködmön pont a felhőbe belelógott, és a 2-es kábel, ami lejön a tévéhez, hogy az antennám bejöjjön a pálfi,
azért arrébb vittük, és úgy volt, hogy végül is a cserépkályhának a kályhacsöve volt bevezetve antennának, de az a baj, hogy a Marika néni, amikor reggel takarít és a tamponokat berakja a kályhacsőnél, akkor megnyomja és elmegy az adás, és szellemképes volt, amikor aláírta. Azért nem tudjuk most pontosan, hogy a kályhacső zavarta ebbe az adást, mert néha ez a görög dolog a román foci meccsel összekeveredett, de szerintem csak a kályhacső miatt van. Most újabban azt akarjuk, hogy hogy egy villámcsapásként visszafestjük a festményre, a ködmön festményre az antennazsinort, és akkor a tévét be lehetne tenni a ködmön alá, akkor újra lenne vétel, csak akkor meg már nem lesz EU. Felmerült e ködmönön, hogy esetleg Pálffy moderátor úr hát csak a szél fújt, attól volt piros, vagy ne talán esetleg alkoholos befolyásoltság. Két dolog miatt nem merült föl. Egyrészt, mert fekete-fehér a tévé, a Videóton tévé, amiről az előbb beszéltem, tehát nem tudtuk megállapítani a vöröset. Másrészt meg emiatt a kályhacső effektus miatt szellemképes volt a Pálffy állandóan, és nem tudtuk, hogy be van rúgva, vagy pedig a kályhacsővel van a baj, hogy akkor is ég még a tampon. Na, hát nem. De szerencsére ugye nem mindenki a kocsmában nézte ezt a fekete-fehér televíziót, ködmödösön elterjedt, hogy mostantól a kék ing és a sárga nyakkendő lesz kötelező. Az nem azért volt, hanem azért volt, mert a volt TS területnél megmaradt a minimum mellett ez a zománc, ez a égkék zománc, megmaradt, még a tehenészetet festettük át, 4700 liter. És arra gondoltunk, hogy ezt tulajdonképpen EU-kompatibilissá lehetne tenni, hogy ne rohadjon meg az anyag, mert le volt zárva az egész, le volt plombázva kátránpapírral, mert azt meg rárakták, azt egyszer nagyon meleg volt, beolvadt a tető, és akkor az leszigetelte. És ezt most mi föl tudnánk újra használni, de mivel leszakadt a háznak a teteje, és a kátránpapír ráolvadt, ezért nekünk az most megvan. Tehát csak annyit kell csinálni, újra felolvasztani az egészet, mondjuk visszagyújtani a házat, és fölbontható az összes festék. Gondoltunk is arra, hogy egy felhívást fölteszünk az Express újságba, oda a női rovatba, ott a társat keresné, hogy nekünk van kék, tehát mert valószínűleg most az országban lesz több helyen, ahol nincs ennyi kék, és azt a nős részt olvassák a legtöbben, azért gondoltuk, hogy odaírjuk be. No, hát szakadjunk el egy picit az EU-tól. Nyilván, hogy azok a kérdések, amelyek az országban mindenkit foglalkoztatnak, ködmönös lakóit is foglalkoztatják. Ugye Pakson ugye állítólag nem történt semmi, csak este 11-kor is világos van. Szolidan érdeklődnék, hogy van-e félelem a paksi balesettel kapcsolatban, illetve tesz-e a falu valami fajta védő intézkedést, van-e stratégiai terve? Nem, megmondom őszintén ezt így magunk között, hogy nincs, azért nincs, mert nálunk a bauxit miatt elment a víz a karszt, és az lent van 400 méter mélyen is. Nekünk egy fél balatonnyi lyukunk van alattunk, és az, ennek négy járata van, mert az egyik a faluk úton, ahogy ott jött ki a víz, csak berohadt a cement, azóta ott egy kis biciklivel, Trabanttal, motorkerékpárral le lehet menni, és az egyik csapás irányt azt megcsináltuk az atomcsapásra, tulajdonképpen fél Budapest lefér oda, és van még egy barlang, az a négyes bejárat, azt most nem mondom meg, mert az is ilyen atomos, de az más. Érdeklődöm, hogy ködmörösön értesültek-e az atipusos tüdőgyulladásról, van-e félelem ebben kapcsolatban? Értesültünk, félelem nincs, mert nekünk egybekötő, mi Zsákfalu vagyunk, egybekötő út van, és nekünk előkerültek a plébániáról a régi könyvek, amelyekben azt írják, hogy már az egyiptomiak is a fokhagymát használták, ugye azért nem döglött meg a fáraó, mert bekenték ezzel a fok. Állítólag 4000 éves fokhagymát találtak, ami csiraképes volt, a fáraó lábánál volt ott a gomba, együtt ebben a fokhagymával. És mi elkezdtünk termeszteni saját fokhagymát, és azt csináltuk, hogy a fokhagyma ültetvény az pont a bekötő útnál van, ott, ahogy a főútról bejövünk. És onnantól az olyan büdös, hogy nincs az a vírus, ami ugye megtámadná. Na most abban az esetben, hogyha a vírust valamilyen gyors látogatott, tehát turista például szaladva behozza, arra csináltunk egy faházat rögtön a bekötő út elejére, és aki bejön, azt elkapjuk és lekenjük. Tehát népi masszázsok is vannak, fokhagyma masszázs, amit ebben megint csak elősegítünk. Úgyhogy oda nincs az a épeszű vírus, ami bejöjjön, mert annyira büdös van a faluba ettől a fokhagymától. Ez tökéletes védelem. Érdeklődöm, hogy a valóságsók, amelyek az ország egy részét izgalomban tartják, mennyire sikeresek ködmönösön?
Tehát a kocsmában ez úgy van, hogy van a mosogató tálaló ablak, és van egy repedés, és a gyerekek az általános iskolások közétkeztetésre oda járnak, és két hétig nem értettük, hogy a gyerekek fél egy után, amikor már megették a mákos nukedit, akkor miért nem jönnek ki. És fél kettő körül kiderült, hogy azért, mert igazából ugyan ott van a tévé, de azt mondtam, hogy nem működik, ezt a lyukat, ezt, a, ahol mosogatott az irénke, és nagy a kivágása, tehát ahogy lehajolt ugye a berendezés látszott, a gyerekek ezt használták valóságsónak. Nálunk ez így van. A másik verziója az, ami meg nagyon fontos, ami szintén, hogy nálunk ez élő hagyomány, hogy most már foci meccsen is a gyerekek most már így hívják, hogy pongó passzolj. Tehát most már nem hidegkuti meg ilyenek, nálunk így van a gyerekeknél. Nem, hát itt volt egy másik eset is, ugye család Kovácsék, a legkisebb gyermeküket Kovács Pongó névre akarták keresztelni, és hát a plébános úr fenntartásait fejezte ki ebben kapcsolatban. De nem ezért a Kovács miatt. És mégis mi ennek képzeli ezt a bizonyos korszerű Európát? Ön mindig azt szokta mondani, hogy több lábon áll, ugye ön Böllér a faluban foglalkozik libatövéssel, szerzőmozgó ember, vándorkántor, vándorköszörűs, lobizik. Mondjuk lesz-e szükség köszörűsre ebben az Európában? Hát az a német, az ugyanolyan ember, mint mi. Ugye annak is lehet, hogy egy házi buliba ugye egy kicsit jobban érzi magát, és mondjuk a füstölt sonkába a csillagfejes csavar benne van, és ugye rávág a késsel, és szétmegy a kése. Meg az ugyanolyan ember, annak ugyanúgy vannak érzelmei, hogy mondjuk ő is vágyik egy temetésen arra, hogy sírjon. Tehát az, hogy én megállok, és egy nagyon szép ős magyar dalt mondjuk svédül vagy németül elénekel az ember, az ugyanolyan érzelmeket csalhat ki, mert ugye a magyar daloknak mindig is megvolt az ereje. Tehát ezekre mindig szükség lesz. Hát olyannyira, hogy Ködmönösöm már egynek el is készült az angol fordítása, és mondhatjuk így, hogy Ködmönös nem várja tátott szájjal az EU sült galambját. Na most ez úgy van, hogy nekünk van a népdalkör, és most mi elhatároztuk, hogy egy csokrot hozunk létre, úgyhogy az első dal, amit megtanult a népdalkör, az szlovákul a Vén Európa, és akkor volt egy másik verzió. Vén Európa az hogy hangzik? Én nem vagyok benne a népdalkörbe, tehát azt a verziót nem tudom, mert 8 óramra írta szét a zenekarvezető hölgy, mert az adja ki a gázpalackokat, és ő neki csak ennyire volt ideje, mert 16 tagú a csoport. Azt a dalt tudnám elénekelni, ami a másik, a csokorban a második kis csokorszerű volt, az angol verzió, azt tudom elénekelni, mert az volt egy szólamos, mert akkor viszont bezárták a gázpalackost. Ezt el tudom én. Hát ezt megköszönnék! If I have got lot of money, I would take an airplane, honey, and fly away like a swallow from here to the blue sky, hello. Everywhere I'm walking, world is looking me. They want the money, what I spend for you. I don't care about the money, I just want to my two family. I darute taratine tutti la tatine, tatarutatine tatila tutti. Az úgy volt, hogy mindjárt megnyugszanak. Már niszogattak előre. Az úgy volt, hogy elsőben a Csiga 2-es tévét néztük. Van a Simon Lacinak a felesége, azt mondja, mosóporos. Úgy is lehet meg mondani. Meg mosógépes. Teri néni, és mit szokott ott általában nézni? Szellemképet. Még mindig nincs antennája? Van antennám, de meglökte a varnyú. Elvitt a... Dolmányos varnyú volt, jól láttam. Utána dolmányával lökte meg. Elállította. Úgy voltam elsőben, mikor meghozták ezt a tévét. Hát, hogy volt ez, vagy? 6-8 esztendeje? Azt mondja nékem a szerelő, Lazsnaki Gyurkának a fia van. Azt mondja, üljön le, mama, nézze a tévét. Leültem, azt néztem. Visszajött este, hogy miért van ilyen nagy csendeség. Azt mondja, nézz ide, nem kapcsolja be. Ez egy ilyen távirányítós televízió? Tudta rossz sem, mi az a kis fekete.
Azt hittem mag van benne, mert zörget. Most akkor, hát mondom, azt hogyan kell bekapcsolni? Azt mondja, nyomja meg a gombot. Na, nyomja meg a hágyat. Még felrobbanik nékem. Na, de térjünk vissza, hogy egy este akartam volna Teri néném nézni a tévét, már nem tudom, melyik csatornát nézte éppen. Mondom az uramnak, Tibi. Erígy már felfele, jó ember, mert vagy valaki jár a padláson, vagy megfordították az anternát. Elaludott a létrán, ahogy ment fel. Vajon miért? Mert már elkezdték búcsúztatni augusztus 20-án az évezredet. Ami körbejár, azt mondja, hogy jön a világ vége, megmondták a kisbótba. A nagyban nem kapni semmit, én a kicsibe járok. Terényi, ott tartottunk tehát, hogy elromlott a tévéadás, és aztán hát nemigen tudott Teri néném aludni. Na, azt a nagy fényesség támadott, nem láttam elsőkben semmit cselkében. Hát kell nézek a szellődomra, nagy fényesség van, mint mikor látomása volt az Úr Jézusnak. Mondom, ez van valójában az ufók. Ez az. Mondom, megnézem, már ha rosszat akar, hátba ütöm a moslékeverőt. Teri néni ezek szerint hisz az ufókban? Hát hinni nem hiszek, de láttam. Meg tudná Teri néni mondani, hogy egyáltalában mi az, hogy ufó? Megnéztem a kalendáriumba. No. Unidentified flying object. Hát így van. És azt is tetszik tudni, Teri néni, hogy... Ugye ez angolul van, ez egy angol kifejezés. Angolul, hogy nem tudtam elolvasni, de zárójelben oda volt írva, amit mondtam. És ez mit jelent? Azt már nem tudom. Mondom az uramnak, Tibi. Kelljen már felfele, jó ember. Akkor is aludt? Aludott akkor, de rendesen. Csak nem vetett el a fejéről a jambaksapkát. És a gumicsizmát? Gumicsizma is a lábán volt. Ebből gondoltam, hogy ivott valamit előtt. Szokott még kerékpárral takarózni? Az a gátőr a barátja, Simon Laci. Az magára húzza a biciklit, hogy ne fázzon. Na de, térjük rá hát ezekre a különös látogatókra, amelyről Teri néném nekem említést tett. Hát úgy volt, akkor mondom, megint szellemkép volt, azt mondom, na várjál csak, kimegyek én, mert taszigálja valaki megint. Na várjál csak, majd hátba támítlak én a moslékkeverő fával. Kilépek, hát nem volt ott senki. Nézegetek körbe, azt az öreg hegyen nálunk a szöglődomot mondják annak. Azt látom, nagy fényesség van. Na mondom, oda megyek én, de nagyon dombíroztok ott fenn a hegyen. Valójában ufókok voltak. Na de Teri néném maga hisz ilyen, hát mondjuk így, obskurus dolgokban? Azt nem tudom, mit jelent, de azt láttam hátulról, hogy a Mészáros Gyurka volt. Az előbb tetszett említeni, hogy Tibi készül erősen a világ végére. Felmentek a szőlőhegyre, megástak egy nagy bunkert, krumpliverem volt az előtt. Kibetomozták, oda hitt két jó cimboráját, egy ukrán volt, meg egy ezerbajdzsár. Nem, azerbajdzsáni, nem? Az nem jelent semmit sem. Ezerbajdzsár az jelent. Kértem Tibitől, mit tesz az, hogy ezerbajdzsár? Azt mondja, 500 meg 500. És honnan tett szert ezekre a nemzetközi komákra? Azok mivelték a felső kertet, indiai kendert vetettek bele. Mondták, hogy zöldséget, gyümölcsöt fognak terjeszteni. Egyáltalában honnan szedte Tibi ezt, hogy jön a világ vége? Ki mondta neki? Azt mondja, hogy bemondták a vegyesboltba. Az előbb még kisboltot tetszett mondani. Oda én járok. Teri néném, most akkor nem egészen értem itt a dolgokat, hát tegyünk egy kis rendet, hogy mi végre vonultak ők hármasba ezekbe a vermekbe? Mert azt mondták, hogy jön a világ vége. Most már 2000 lesz, az jön a világ vége. Volt egy ember a városból, egy másik, azt mondta, hogy 500 forintot be kell fizetni, 2 percre megidézi a világ végét. És hol történt mindez? A benne a kultúrba. Bementünk, azt befizettik az 500 forintot, mondtam a szomszéd asszonyomnak, gyere Veron,
Két percre világvége lesz, tovább nem, addig kibírjuk. Azt úgy volt, hogy akkor nagy setítség lett valójában, mire meg világos eltűnt a csodalátó ember. Bánta volna rosszabb, de a biciklim is elvitte magát. Hallom viszont Teri néni, hogy nagy esemény történt, ugye hát Tibi ismeretesen több mint 10 éve töltött Kolimán meg a Magnyitogorszki uránbányában, és most hazaérkezett a faluba 50 év után egy egykori raptársa. Jaj, ez drága jó ember, nem tudott semmit sem magáról. Megjöttek, azt végigvezette Tibi a falun, mutogatta, mondta, ez a Maurice Jauska háza, ez meg Kismiskájé. Mikor odaértek, hogy ez meg Szabó Pistájé, az megszólalt, nem, az az enyém. Akkor a házát felismerte, megismert, csak nem tudta, hogy beszélőkéje neki. Addig estére már folyékonyan tudott oroszul. Sztalin Jauskáról énekeltek egész este. Hogyan? Mit énekeltek? Hát most mondja. Igen. Yeah. Rasú, pajat! Nem tudok olyan magosan énekelni. Olyan magosan énekeltek, hogy leesett a ducbul a galamb. Valami Sztalin Jauska vezérünk, azt hát én. Hol a rosszul, hol így halul. És nem tiltakozott az önkormányzat, polgármesteri hivatal, hogy ilyen önkényuralmi nótákat énekelnek? Messze vannak azok a kocsmától, fiam. Ők Presszóba járnak. Presszóba? Persze. Teri néni személy szerint várja a világ végét. Hát gyermekem, nincs egy nekem arra időm, arra várjak, hát az apró jószágot el kell látni. Üljek le, azt nézem. Itt volt ez a setíted is. Napfogyatkozás. Azért, annak is mondjuk. Na hát, eljöttek ilyen mindenféle idegen. Jött egy szakállos asszony. Elsőben azt gondoltam, ember. Német asszony volt, be volt fizetve idegen forgalomra. Két házzal feljebb ki van adva faluturizmusra. Igen, a Teri néni is benne volt régebben ebben. Benne voltam, fiam, de mind lelegelték az össze. Még Zöggyibe megettek mindent nálam ezek a német gyerekek. Lelegelték. És az asszon meg egyszer megyek áttal, mert odaadtam a szitámat, megyek áttal, látom, Beret válkozik. Mondom, nagyon Isten, jó napot. Valamit mondott nékem, de asszon hangja volt. Az, mikor letörült a habot, akkor láttam, mert asszonya nem ember. Na, a szakállas asszony, na, ezek itt voltak, turisták. Hanyat feküdött, mindazt nézte. Mondom a postásunknak, milyen rossebbet néznek ezek. Azt mondja, a napfogyatkozás lesz, setít. De csak szülővel szabad azt nézni. Hát azt magam elé tettem a tészaszülőt. Hát gyermekem, valóban sötét lett. Honnan tudtam, nagy baj lesz? Elkezdtek hemzsegni, nyüzsögni az jószágok, az apró jószág. Mire kivilágosodott, minden lopták. Teri néni, és ebből nem származott baja? Hát tésztaszűrőn keresztül, ugye hát attól még a szem megsérülhet, nem romlott a látása, Teri néni? Nem lett az én szememnek semmi baja, pedig igen erősen néztem, hogy ki lopta el. Meg is mondanám, megösmerem, de mámomám büntetik, ha megösmerem. Teri néni és a plébános úrnak mi az álláspontja a világ végét illetően? De szépen beszél, drága. Olyan szépen cifrázza. Van úgy, hogy nem értem a felét sem. De elmondta gyermekem, bizzatok, nem lesz világ vége. Nem, hát úgy, hát... egyszerűen dolgozni kell, a jószágot el kell látni, semmi sem mutassa. És én nékem ez az új vezred, meg az új esztendő egy kiadással kezdődik, de azt nem bánom. És mi lesz az, Teri néni? Mink megcsináltattuk az urammal a sírkövet, át kell javítani a 19-et. Robi, veled már lóverseny ügyben elég sok helyütt és elég sokszor beszélgettünk. Soha nem esett azonban arról szó, hogy kerültél-e a lovakkal mondjuk nem csak fogadó irodán keresztüli kapcsolatba, hanem hát konkrét test közelbe. Hát úgy, mint a Mária Teresa. Igen, ez a
70-es években egy barátnőm föl akart adni egy hirdetést a Magyar Nemzet vegyes rovatában, hogy minden megoldás érdekel. És nem közölték, levonták, hogy hát ez pornográf felhangokat sugall, pedig a vegyes rovatban akarta. Úgyhogy, tehát magyarul lovagoltál-e? Hát mondjuk nem nevezném lovaglásnak. Két kísérletem volt, egyik a Kapaszkodj a fellegekbe című film. Itt úgy sikerültek a lovas edzéseim, hogy magába a filmbe se kerültem bele. Akkor már egy kicsit úgy éreztem, hogy nekem nem erről az oldalról kéne a lovakat megközelíteni. Mondd azért ezekről az edzésekről egy-két skiccet, nem tudnál feldobni, szóval. De nagyon nagyot akarok, az elsőt nem is említem, a Tatterzárban annyira féltem a leesést, hogy ezért nem estem le, mert fogóckodtam minden formába kipróbált a ló, hogy tud engem ledobni. Annyira féltem, hogy azt hiszem én maradtam egyedül a színészek közül végig azonban, de látták, hogy ebből nem lesz lovas jelenet. A rádióhallgató kedvéért el kell mondani, hogy eközben mondani valóját illusztrálandó Koltoróban egy ilyen koala baci-szerű fogást alkalmazott, ami hát nem éppen általános a lovaglásban. Igen. Na akkor mondanám a fő történetet, mert hát mondtad, hogy rövid. Hát ez nem volt még történet, ez csak így nyaldossuk valamire. Mesélj, de te! Karinti mondta, hogy ezt mától fogva én mondtam. Molnár Ferenc mondta. Pedig ha, igen? Bocsánat. Pedig ha bemondom, hogy melyik filmről van szó, akkor gondolom egy picit elhallgatsz, mert elég jó. Az Alka Máté című nagy sikerű szovjet-magyar koprodukcióról van szó, amit egy görög nevű szovjet rendező rendezett. A szovjet rendezőkről annyit még el kell mondani, hogy egyáltalán a szovjet filmesek addig kapnak gázsit, ameddig tart a forgatás. Ezért többet volt fogorvosnál, mint forgatáson a rendező. Szóval, hogy sehogy nem akart véget érni a film. Na de az előzmények, én kaposvári színészként kaptam a ukázt, hogy tanuljak meg lovagolni az ottani Tatterzába, kaposvári Tatterzába. Hát ezt mondjuk nem ragoznám, mert a tatterzári események után el tudja képzelni a hallgató, hogy lovagoltam Kaposváron. Egy nagyon komoly hegységbe, a Krímbe, nekem a lovon azt kellett volna mondani németül, hogy Feuer. És miközben vágtázok a lovon, és azt kellett volna üvöltenem, hogy Fire! Fire! És már a lovas edzések előtt a szöveg ment. De hát jöttek a szomorú lovas események, itt-ott Kaposvár le is estem. Lényeg az, hogy végül megkérdezte tőlem a rendező kint a Krímbe, de nem akarok ennyire előreugrani. Inkább azt mesélem el, hogy mielőtt reggel hajnali 2-kor érkeztem meg Belogorszkba. Szövegkészen. De úgy, hogy... Vagy nem, diszidált. Moszkvából egy... Hát de mindegy, annyi sztori van ebbe. Például azt hittem, hogy egyedül fogok repülni Moszkvától Jaltáig. Mert az egész váróteremben én egyedül üldögéltem. Ezután mondták, hogy na hát akkor kérjük az utasa oroszul, hát nem értettem, mit mondanak, mert csak 16 évig tanultam oroszt. De úgy mutogatták, hogy így iszudá. Lekísértek a Vnukovói repülőtéren, az egész váróteremben csak én ültem. Utána fölkísértek a gépre, az volt gyanús, hogy nem engedtek az ablakhoz ülni, pedig egyedül voltam. És volt 4 kalauznő a repülőgép. És mondogatták, hogy ne az ablak, nye. Hát mondom, miért ne ülnék az ablakhoz? Nye, és mi? És később kiderült, hogy miért. Mert én voltam az egyetlen külföldi utas. És ezután kecskék, szamarak. Hihetetlen tömeg lepte a repülőgépet, és tényleg csak egyetlen hely volt ott. Mert akkor nem indultunk el. Én már a hajnalra gondoltam, amikor lovagolnom kellett a Krímbe. Egyszer csak megláttam egy fejkendős nénit, 1 órával az indulásunk után, mert nem szállt föl a gép, hogy a szárnyat elkezdi kopácsolni, egy fejkendős néni. Hát ez a helyi járat. Tyú, 134. Úgyhogy elég rossz állapotban. Nem zuhantunk le. Szóval ez a legjobb, amit tudok mondani a repülőgépről.
mentünk mendegélni, ilyen dombokon, meg minden a repülőgéppen. Valahogy leszálltunk, éjjel 2-kor. Akkor egy felvételvezető várt engem Jaltába, és 3:30-re értünk Belogorszkba, ahova az előbb előgrott a történetbe. Ott volt a bázisunk, onnan mentünk a Krímbe föl. Hát a többi színész már rég ott volt a bújtól, csak én valami kaposvári előadás miatt nem. Na, hát 3:30-től izgalmamban aludtam egy 1/4 órát, és egy rettenetes ordításra ébredtem, mert az előttem lakó ilyen vezetékes rádió volt a Belogorszki szállodában, és az egész szovjet népet üdvözölték minden reggel 5:30-kor, de bömbölve. Na, most akkor rövidebbre fogom. Reggel találkoztam 5 órakor a kollégákkal, mert ilyen konzerv reggeli volt, és elindultunk egy ilyen tragacs busszal föl a hegyekbe. És úgy sztoriztunk, mert már rég nem láttuk, a Kozák Andris, Bújtor, így akikre hirtelen emlékszem. Fölér a Krímbe ez a rozog a busz, és egyszer csak, volt nekem egy nevem a film, Baller. Azt hiszem Baller, ez egy ilyen, tehát nem ez volt az igazi nevem, én lehet, hogy valami Bíró Oszkár voltam, csak hát az alkalmáté fordulón mindenkinek volt egy ilyen forradalmi álneve. És a forgatókönyvben én Ballernek voltam beírva. És egyszer csak lelassít a busz, és egy nagyon marcona orosz ember bekiabált, hogy Baller, így iszud át! És a többiek meg bennmaradtak a buszba, és engem leszállítottak. Ismét egyedül. Teljesen egyedül, és hát a Krím-hegységet hát nem kell részleteznem, hát azt tanultuk földrajzba. Ott volt egy fekete ló, a busz meg ment tovább. Mert azt hitték, hogy megérkezett az évszázad lovas, aki majd oda lovagol a forgatási helyszínre át a hegyeken. És még örül is, hogy lovagolt, igen. Lényeg az, hogy bemutattak a lónak, és mondták, hogy Baller. Mert ott már nem udvariaskodtak. És így mutatták, hogy üljek föl. Hát, hogy fölsegítettek. És hát az ijegységre semmi okom nem volt, mert meg sem mozdult a ló, de semmilyen irányba. Tehát, mint amikor a vúsliba ültem a hintalóban, pont úgy, én ha mozogtam, akkor annyi volt a mozgás, amennyit én megmozgattam. De engem ott hagytak, és mentek, ültek be a jeepjükbe, hogy jöjjek, majd ők mennek elő. És akkor a jeepből még úgy visszanéztek ezek a... Mert oroszul nem beszélek. Igen. És mondom, vadidegen, de szerintem azok krímül beszéltek, vagy nem tudom. És úgy elindult a kocsi, és 10 percből visszajöttek, mert nem láttak a visszapillantot. Én még mindig ott ültem, és meg sem mozdultunk. És kiderült, hogy ez egy kolhozló volt, ami előző nap még 2:00-ig dolgozott a kolhozba. És hát egyetlen egy varázsszót, azt kellett neki mondani, hogy brrrr. És odaszólt neki a gazdája, hogy brrrr. És akkor meg elindult. És mentünk, mendegéltünk, futni nem tudott, azt elfelejtettem mondani. Futni egyáltalán nem tudott. Így mentünk, mendegéltünk a Krímbe ellenkező irányba. És senki sehol nem volt. Hát tudtam, hogy vége az életemnek, hát hogy ez nem ment. És mikor 30 percen már mentem teljesen egyedül a vadidegen Krímbe, akkor ijedtem be, azt mondtam, hogy brrr. És kiderült, hogy attól meg is áll. És így berregtem neki. Még valahogy odaérkeztünk a helyszínre. Hát a bújtorék el voltak álljúva, hogy én ülök a lóban. Hát, ők biztosak voltak, hogy utoljára láttak a buszba. Lényeg az, hogy jött a felvétel, amikor nekem a lovon vágtázva azt kell mondani, hogy fire, fire! Mert 4-5 helyen, tehát 4-5 különböző tüzér, én voltam a tüzér ezredes, vagy mi. Tehát ez csak ebből derült ki. Bár még itt megszakítom a történetet, mert a film legizgalmasabb jelenetét nem meséltem, hogy fölállt a Kozák András, aki maga az alkalmáté volt, és azt mondta, egy ilyen stúdióba forgattuk, és azt mondta, hogy ma elvtársak március 8-a van. A Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntöm a század nőtagjait. Ez volt a film a leghumorosabb, legszebb jelenete. Csak úgy lassan körbe pásztázott a kamera, mindenki. Na mindegy. Szóval odaérkeztünk, jött volna a jelenetem, és meg sem mozdult a ló. Próba, nem mozdult meg a ló.
Hát én ott berregtem, akkor is csak lépni tud. Tehát ez nem tud futni. Ennek ez volt az egyetlen. Akkor persze mondták, hogy nyilván én Kaposváron ellógtam a gyakorlást, és majd ők megmutatják. És fogta magát, fölült először a operatőr, utána fölült, de azok még a berregést se tudták, szóval meg sem mozdult. Utána felült egy rettenetes ember, nem mondom, sajnos magyar volt, egyik világosító, aki letört egy faágat, és ütötte-verte szegény lovat, arra sem mozdult. De most már a berregést se használsz, most már hiába berregtetek? De hát azzal még nem lehetett a jelenetet fölvenni. Hát mondom, száguldani ja, kellett, hogy fire! Hát ha egy helyben áll, vagy hogy... Hát, meg én nekik nem akartam elárulni rögtön a titkot, szóval, hogy én tudom, hogy berregni kell. Lényeg az, hogy a rendező ezért három napra leállította a forgatást, és átírta a forgatókönyvet, és aztán most csak a végét mesélem, hogy a filmben azt lehet látni, hogy 100 méterre tőlünk egy ilyen kis mákszemnyi figura gyalog rohangászik. Alacsonyabb voltam, mint az ágyú. Ott futkostam, fire! És még ezt is valaki utószinkronizálta, valami fába szorultam. Fire! Hát nagyjából ez a lovas történet. Köszönjük szépen! Következik talán először egy matematika tanár, jó? Urak! Nálam azt kap egyest, aki megtanulja a könyvet. Azt kap kettest, aki annyit tud, mint én. Azt kap hármast, aki annyit tud, mint Einstein. Azt kap négyest, aki többet tud, mint Einstein. Azt kap ötöst, aki csontot ad a kutyámnak. Hát most jöjjön egy olyan földrajztanár, akit semmilyen kérdéssel nem lehet zavarba hozni, jó? Na, hát akkor tanárul kérem, hallom, olvasom, hogy fölfedezték ezt a grózércet. Tessék mondani, mi ez a grózérc? Hogy? Hogy mondta? Grózérc? Grózérc. Na most a grózérc, nagyon rövid, a grózérc, a gyógyszergyártás alapanyaga, a kohászatban nem játszik jelentős szerepet. És hol bányásszák a grózércet? A grózércet. A grózércet elsősorban a grózérc lelőhelyekre. Azért mondom. Na hát akkor most jöjjön egy orosz nyelvtanár, akivel szemben remekül lehet alkalmazni a klasszikus diákfogást, a feleltetés dumával való elódázását. Tanárok, kérem, most akkor tessék mondani, a tavaszi szünet az most mikor kezd? Harmadikán vagy ötödikén kezd? Most egy hét lesz, vagy két hét lesz? Na most én értem, hogy te itt mire próbálod, hogy így húzódjon, tudod meg, hogy az idő. Hogy te itt fölteszed nekem, hogy én itt percekig, vagy esetleg negyed óráig, és miközben szép lassan úgy a pad alatt a többiek így görnyedezve, hogy a mosolynak a felé, tudod? De hogy itt én próbáljam, hogy én nem megmondjam, hogy itt fölszóljak, tudod, amikor még idejébe lemennél, és akkor a tanárnő, tudod? Mert én itt nem úgy, mint osztályfőnök, hanem csak itt próbálnám a mosolygós végét, tudod? De hogy te csak itt billegsz meg, hogy itt próbálsz rám nézni, hogy én mondjam meg, tudod, még idejébe. Azért mondanám, hogy ülj le, hogy akkor ne tovább, jó? Pályaválasztás miatt a szüleim szeretnék tudni, hogy mi legyen most velünk. Tudod, te itt már amúgy is egy olyan gyenge ember vagy. És ahelyett, hogy itten egy kalap alatt, hogy leülnétek, tudod, hogy megfognád, hogy aki amilyen, tudod, te itten próbálod, akkor esetleg még az iparba, tudod? Köszönöm. Na most akkor ne csak tanárparódia legyen, lehetne diákparódia is? Jó. A főiskoláról esetleg? Egy kicsit a színművészeti? Színművészeti főiskoláról mondjuk te lehetnél egy osztálytársad? Lehetné. Hogy hívnak? Berki. Te vagy a Berki, akkor én lehetek súlyok tanárnő? Lehet. Egy ilyen beszédórán? Jó. Hát akkor kedves Berki, akkor talán a mai anyagból valamit talán a Petőfi Tiszáját, ha lenne. Az volt mára! Miért kell kerülgetni?
Lenne olyan kedves elmondani ezt az anyagot? Menjek föl! Cimbalom! Ahogy gondolja, talán... Jó, jó. Nagyon örülj! Petőfi Sándor! Tisza! Azt a mindenit! Ha mi van, általános iskolai anya, nem ugrik be! Pillanat, ne csúj! Nem kell csúj! Petőfi Sándor, talán nekem van egy problémám. Adja elő, Berki. Na most, hogy mondjam? Petőfi Sándor Tisza. Tisza, Petőfi Sándor vezetje. Tisza, írd a Petőfi Sándor. Petőfi Sándor Tisza. Tudod, nem mindegy. Berki, ahogy magának a legkellemesebb. Ahogy nekem a legkellemesebb? Szép kis felelősség. Petőfi Sándor Tisza. Emellett döntöttem. Ha nézd oda, nem tudom, mi van velem. Nagyon szépen kérlek, ne súgj! Általános iskolai anyag. Rengeteg adival foglalkoztam a múlt héten. Egy adi délelőtre készülök, egy adi matiné. Tele van a fejem adival. Menjél is, Annor! Tisza! Ha nézd oda, csak az adi. Petőfi Sándor Tisza. A rakonópart alsó kövén ültem. Néztem, hogy úszik el a dinnyehény. Alig hallottam, szóltam a melűszen, hogy megyek a felszín, hallgat a mély. Mint a szívemmel hajt volna szava, zavaros, bőcs, és nagy volt a Duna. Te jó Isten! Hát ez a Duna! Na most térjünk vissza egy általad is nagyon kedvelt tanárra. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ezt a tanárodat, Tömöri tanárulat, nagyon szereted, ugye? Igen. A szeretet hangjai szólalnak meg ebben a kis paródiában, hiszen a hitről szól, gondolom én. A tanári hitről. Hát kiderül. Igen, kiderül. Azt szeretném kérni a jelenlevőktől, hogy közreműködjenek, és vállalják az osztály szerepét. Arról van szó, hogy egy tanár bejön az osztályba hirdetni, és természetesen a diákok, amikor ő megkérdezi, hogy volt-e már itt hirdetni, azt mondják, hogy nem, mert hiszen ebből is lehet húzni az időt, és nincs feleltetés, ugye? Ha nem tetszik mondani, akkor feleltetés lesz. Szóval mindig, amikor a tanár úr bejön, akkor azt kell mondani, hogy nem. Vagy amit kérdez, nyugodtan lehet válaszolni. Én magamra vállalom mindig az óraadó tanárt. Hát akkor nézzük az első órát, amely mondjuk legyen matematika. Tessék! Bocsánat, voltam már itt? Ebből a személyen voltam? Szervusz, Edim! Szervusz! Szervusz! Hirdetek! Nem mindenki hirdet. Mindegy. És elromlott az iskola rádió. Csak azért hirdetek. Gyerekek! Végre-végre a szabadkézi rajz szakkör a mi gimnáziumban is megalakul. Gyerekek, fantasztikus! Úgy néz ki, hogy felveszünk a negyedik emeleten, a díszteremben. Na most, megyünk Szép Nemzeti Múzeum, Nemzeti Múzeum, Nemzeti Galéria, Csók Galéria, mindenfelé megyünk. Fantasztikus lesz, gyerekek. Az a kérés a színek kavalkádja. A színek egész orgiája. Na most az a kérés, hogy az első két foglalkozást ne hozzatok semmit. Se szeruzát, se ecsetet. Nagyon szépen megköszönném. Itt nem is jelölök ki ebben az osztályban senkit, aki úgy érzi, tehát aki egyetemre szeretne menni, rengeteget jelent. Na most, aki nem szeretne egyetemre menni, annak így döntő fontosságú. Ezt a két réteget nagyon nagy szeretettel köszönöm, ne haragudj, hogy fönntartottalak. Tömöri, gyerekek, hát már aki nem ismerne, Tömöri. Nálam kell, ja, föl leszek, van fél kettőt, negyed négyig, ha tudtok, akkor gyertek. Nagyon szépen köszönöm. Szervusz, Edén. Szervusz. Minden jót. Szervusz, köszönöm. Gyerekek, föl leszek, jó? Nem jelölök is semmit. Bocsánat. Szervusz, Edén. Szervusz. Ugyanez az osztály, második óra biológia.
Tessék! Kezdett jó tovább elmúztam. Bocsánat, hogy tényleg voltam már itt? Itt ebben a személyben nem voltam. Kezdett jó tovább elmúztam. Gyerekek! Ha úgy néz ki, hogy beindul a szabadkézi rajzszakkör, én hirdetem. Én is vezetem. Rengeteg, a színek kavalkádja. A színek egész orgiája fog kiinni előtt, megyünk. Szép Művészeti Múzeum, Nemzeti Múzeum, Csók Galéria, különböző tárlatok. Nem ígérek semmit, egyedet ne hozzatok. Nem is annyira kézügyességre van szükség, gyerek. Nagyon furcsa szót fogok mondani. Színügyesség. Ez te lehet, hogy utcaság. Nem tudom, Eluska. Nem tudom, te hogy érzed. Na most, gyerekek, ebben az osztályban nem jelölök ki senkit, aki úgy érzed, hát egyetemi felvételni döntő fontosságú. Na most, az a helyzet, hogy lehet, hogy megyünk kirándulni. Ez még nem biztos, Börzsöny, Bükk, ez a terv. Nagyon szépen köszönöm. Föl leszek a 4-4-3-4 között a díszteremben, vagy a kis pinceklubban. Úgyhogy nagyon szépen nagyon megköszönöm, gyerekek, aki ebben az osztályban érez magába erőt. Vagy aki nem érez erőt, hogy jöjjön, és lehet, hogy kap valamit tőlük. Nem így kezdett csókkal mellután. Bocsánat, meg. Folytathatjátok nyugodtan. Nagyon szépen köszönöm. Szerkusztok, gyerekek. Tömörű, föl leszek a kis pinceklubban. Harmadik óra, ugyanez az osztály, orosz nyelv. Tessék, tessék! Tessék! Szervusz, Káma! Szervusz, Kála! Bocsánat, egy gyerekek voltam már itt? Itt még nem? Hirdetek! Gyerekek! Megalakult a szabadkézi szakkör. Fantasztikus, megyünk Szép Művészeti Múzeum, Nemzeti Múzeum, Nemzeti Galéria. Na most úgy néz ki, hogy lehet, hogy a fiam is jön. Tömöri Csaba, tehát gyerek, aki úgy érzi. Nem ígérek én semmit. Ceruzát semmiképpen ne hozzatok. Ebben az osztályban nem voltam? Kicsit már úgy reggel óta. 8-kor kezdtem. Sok az osztály. Na most gyerekek, mondtam, hogy a fiam jön, ebben az osztályban mondtam. Azt is mondtam, hogy Csaba. Tömöri Csaba a fiam. Nagyon szépen köszönöm, gyerekek, rengeteget fogunk nevetni. Nem tudom, talán nem is ez a legfontosabb, hogy szabad kérdő rajz szakről, hogy nevetsünk. Egyetemi felvételi döntő fontosságú. Nagyon szépen köszönöm. Szervusz, Kálmán. Szervusz. Pátyád jobban van? Nagyon drukkoltunk, nagyon drukkoltunk. Most már lábad azért. Jó, nagyon szépen. Szervusz, a gyerekek! A negyedik órán, fizika órán. Tessék! Gyerekek, voltam már itt? Ebben az osztályban nem voltam? Gyerekek! Előre láthatólag beindulunk. Megyünk Szép Művészeti Múzeum. Egyesített Tiszti Iskola. Tárlatok, kiállítások, Pilis. Ez a terv. Na most én még ebben az osztályban még egyáltalán nem voltam? Köszönöm szépen! Gyerekek, aki úgy érzi, tehát aki érez magába erőt, az menjen Szép Művészeti Múzeumban. Csók Galéria, Csók Múzeum, kinyílnak a színek. A színek egész kavalkányok. Tehát megyünk orgiára, gyerekek. Gyertek, aki úgy érzi, hogy jön, aki nem érzi úgy, egyelőre az is jön, gyertek. Én föl leszek a 4-4-ig, ahogy az lehet, hogy valószínű a fiam nem tud jönni. Csaba! Nem jön a Csaba! Én se biztos. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, gyerekek! Kedved egy csókolom, Béluska! Szervusztok, minden jó! Csókolom, viszontlátásra, szervusztok! Jó, csocsi, csók, csók, csók. Most...
Jó, most már tegyük le, jó? Jó, tényleg. Pusszantalak benneteket, igen. Icáj gyerekeket külön, csók. Csócsics, Tündét Józsi. Akkor hánykor? Jó, a 4:12. Jó. Negyed? Nem jó? Jó. Na most már tényleg fejez. Jó, szeva. Teljesen berekedtem már. Jó, leteszem. Külön puszi. Szeva. Visszavarták. Igen. Olyan 4:30 között? Jó, csocsi, szevasz. Macát? Na olyan 11:20. Csók külön a gyerekeket. Ja, Bélát, Edét is, jó? Csók a család, csocsi, csósz. Nem találták meg? Na akkor 4:12 az, jó? Jó, vagy 20-25 között, csocsi. Csókolak, most már tényleg csók. Ja, igen, itt van mellettem. Mi is titeket, jó? Növésbe, igen. Jó, megmondom, jó, csocsi, csók a család. Jó, akkor 4:30 között? Nem jó, akkor 11:30. De 11:30... Icát is. Hát persze, hogy lehetne. Le kellett volna zavarni, ne viccelj. Csocsi, átadom. Neki is. Ő nincs itt. Csocsi, csók. Nővéredet is, csók. Kétszer? 4:30 nem jó? Ja, 4:30 között. Jó, szevasz. Jó, most már tényleg, szevasz. Ma van a névnapja? Akkor külön, 5 külön. Marad 2 a Béláéból. Na most már muszáj, jó, szevasz. Csók az egész dinasztiának. Bélát, Edét. Nem inni lesz, már ittak. Ittak már egy üveggel, egy bilétával. Puszi, szevasztok, jó. Jó, na várj, akkor 4:30? Jó a 4:30? Olyan 4:30 után 5 perce, jó. Véged, az kifeküdt, végig kell feküdni, nem tud mit csinálni. Jó. Leszállt a vonat, igen. Puszi le benneteket, szevaszt. Szevasz, nagyon arra. Jó, csókol. 17-es parcella. Köszönjük! Tényleg köszi szépen, köszi. Nagyon szépen, kösz. Igen, fölvitték. Na jó, akkor egy olyan 4:30 után 8 perccel. Jó, tényleg puszilag benneteket. Edét, Bélát, anyukát. Anyukát nem úgy. Szervusz, csókolat. Jó, akkor 4:30 után 8 perccel, az. Jó, és akkor legalább tudunk egy kicsit dumcsizni. Jó. Jó napot kívánok, ugyebár Anita? Jó napot kívánok, Anita vagyok. De nem ugyebár, hanem Terebes. Terebes Anita. Örülök, hogy engem választott. Magyar irodalomból és nyelvtanból az érettségére felkészítendő önt, hogy minél sikeresebben maturáljon. Tessék! Matur? Én olyat nem szoktam már régen. Maturálni magamat, mit képzel? Nem szoktam. Hát csak foglaljon helyet, kedvesem. Hogy talált rám? Mondta anyám, hogy itt tetszik lakni. Netán tanítottam a kedves anyukát? Hát ezt nem tudom, hogy ne tenned, de ja, tanította. Azt anyám dicsérte magát. Mit mondott a kedves mama? Hát azt mondta anyám, hogy rendes fémfaszi az öreg. Ez kedves. Nézzük, hát akkor megcélozhatunk irodalomból és nyelvtanból is egy ötöst? Ja,
kettőből együtt. 2,5, 2,5. Ne legyen önben kis hitűség. Lássuk, hol is tartunk a mi gyönyörű nyelvünkben, és ami gyönyörűen író szerzőink műveinek ismeretében. Mit olvasott utoljára? Azt, hogy holnap ne menj suliba, gyere fel, dugunk egyet, Zottyó. És ezt hol olvasta? Ezt tett, bazán. Ezt tett a telefonban olvastam, Zottyó írt SMS-t. És ön mit válaszolt Zotyónak? Hogy egy dugásért megy a franc. Most irodalmat, könyvet olvasott mostanában? Inkább régebben. Emlékszem, Gőgös Gunnar Gedeon? Hát emlékszem. Lássunk egy-két szerzőt. Ki írta a himnuszt? Kölcsei. Nagyszerű! Kölcsei Mihály. És tudja-e, hogy hívták iskorában Petőfi Sándort? Tudom, Petőfi Sándorka. Nem. Petrovics Alexander. Olyan nincs, Alexandra van. Tudja, Béres Alexandra, apropó, ha olyan tájékozott, mint anyu mondta, mondjon maga nekem híres zitákat. De tessék, ja, híres zitákat. Zita királynő, Percel Zita, Szelecki Zita. Nem nyert. Csak találgat, mondok akkor én. Debreceni Zita, Karsai Zita, Görög Zita faszikám. Valóban fontos a korszerű tudás, miként a múlt ismerete, tovább viendő, mint eleink ránk örökítettek. Beszarás. Ja, mondta anya, hogy van egy lökete, de jó fej. Hát, kedves Anita, azt mondom önnek, hogy toldi estéje, akkor mire gondol? Társasági eseményre. Toldi estét ad. Ki az a toldi? Na, ne mondja már, hogy nem tudja. Toldi Miklós. Most ő mit írt? Ne. Arany János írta a Toldi trilógiát. Arany Jánost ismerem. Velszi bárdokat írta. Hát remek. Vagy ő írta a Szondi két apródját és az Ágnes asszonyt. Furcsa, Ágnes asszony. Minek hangsúlyozni? Ágnes asszony. Hát minek oda az, hogy asszony? Senki nem gondolja Ágnesről, hogy pasas. Bár igaz, ami igaz. Ma már minden előfordulhat. Nem, de tanár úr. Az anyja, milyen jó mondja, bizony, baze! Királyság van, monarchia. Szevasztok, öcsém, Zsolti vagyok, a rocker csávó. Hajam hagyom csapzotra, nagymuterféle fésűt elhagytam már 3 éve. Azért nagymuterféle a fésű, mert 4 foga volt annak is, mint a mamának fénykorába. Mert egy szárnyilatkozónak a Mahónika showba állandóan oda járt, meg a Józsihoz. Hát, amúgy régen punkba kezdtük a témát, még kis sutyóként, zuzattuk az aurórát keményen. Be volt lőve a frizura varnyú minden nap cukros vízzel, vagy kocsonyával. Ocsosság legyen. Nagymuterom specialitása a csirke farhát kocsonya, némi csirkeláb betéttel. Azok így állnak fel a fazekba, mikor föl. Nagyon dinoszaurusztikus, rémítő az egész. Még a karom is rajta marad, ha a karom, ha nem. Azt a múltkor a csajom a vaskos teca, büfölök, ha rá gondolok is, mert a puszta látványát se lehet kenyér nélkül megemészteni.
Frankón annyira zsíros a csaj, neki kezdek este az ágyba, kirakuk az éjjeli szekrényre egy kis savanyúságot. Viccő, sziborka csalamádé. Meg tudja emészteni a zsíros élményt. Annyira pufadék, elmegy a tévé előtt, lemaradok két epizódról, mire végigér. Foci meccs előtt oda se engedem, mondom, ne viccelj, hombártestű, hát lefújják a meccset, mire végig caplansz. Külön irányító száma van rögtön mellettünk, odahordja neki a postás a Norbi update-ot. Amit ő felturbóz tepertyűvel, meg császárszalonával, úgyhogy nem hatványos. Hát nagyon állat, öcsém. De én ezt szeretem. A hám eltartó méretű csajokat. Há. Na, mondjuk nálam nem azt ott jelenti a há, hogy... Hú-ze, hanem... Há. Hanem konkrétan azt ad, hogy... Három mellű, kettő fent, egy nagy bélen. Ahol a köldök a bimbau. Kell neki ilyen csöstarisznyára hastartó is. Egy az egy. Azt azon melegébe be akarta falni a 20 liter csirkefarhát lábkocsonyát. Mondom, várjál, mert nem fog örülni ennek a nagy muter. Várjál, míg kihűl. Azt mondja, mit a nagyanyád még 100 évig fog élni? Addig éhen döglök. Mondom, a kocsonya hűljön ki, te elmebajnok, nem a mama. Reszkessen benne még a béka is, mint a Miskóciába. Hát szóval a csajom ránézése nem egy nátszál. Inkább egy egész nádas. Hát. Van egy haverom gyógyegér. Úgy hívom, mert olyan fogai vannak elő, hogy azzal kapálja a kertjét. És olyan hézag van köztük, hogy helyből beméri a paprika sortávolságát. Folytatva a beszélés, de dadog is egyszerre, és nagyon vastag szemüvege van. Szerintem a csillagvizsgáló lencsét építették bele, vagy meg a szódás szifony aját fűrészelték le hozzá. Mindjárt megmutatom, hogy néz ki szemüvegbe, bár nem nagy látvány, mert rájönnek komoly érv a csávó az abortusz mellett. Ja, egyszer felkérték ilyen óriás plakát reklámkombányra, azt örült neki, hogy hát, ha majd valami pia, sör, vagy ilyesmi, de aztán kiderült, hogy csak fogalmazásgátlót akartak vele reklámozni, hogy ott a fényképe, az fölírva, ilyen ne legyen. Szedjed a bogyókat rendesen. Hát szóval volt már, hogy lenyúltam a szemüvegét, de amúgy se hordja, mert hiúzkodik. Hiúzkodik. Múltkor elmentünk ilyen rockkoncertre, megérkezett nagy késve, mondom neki, mi van köcsög, ide értél? Azt mondja, miért ide értem? Tehát így... Csávú egyszerű, mint a ballangrajz. Komolyan mondom. Mondom néha felmérgesen, hogy figyelj, sajnálom én anyádat, hogy gyereket várt, azt te gyöttél. Nem igaz, nem igaz, hogy több millió spermából te voltál a legjobb hülye gyerek. De sajnos igen. Múltkor akkel a koncertre készültünk. Gondoltam, vágjunk át a géptelepen, hogy elérjük még a 8-as buszot. Igen ám, de a géptelep előtt volt egy biztonsági őrfejű csávó, sűrű ember. Hát nálunk amúgy általában a faluban két biztonsági őr szokott állni szórakozva egy géptelepek előtt. Van ez a tipikus, nagy darab, kopasz, kigyúrt, egybenyakú, aranyláncon tartott, vagy fújott trombita rezes. Hát az általában nem tud érthetően beszélni, csak mormog. Csubakka él. Meg van mellette egy kicsi alacsony satnyatestű, annak semmi más feladata nincs, csak érti, hogy mit mondott a nagy. Translator. Hát így tud fordítani, mint tényleg Han Solo Csubakkát a csedibe. Azt akkor kevesebb a félreértés. Na itt csak egy volt az őr, de kellőképp rémületes, hátán őrzés félelem, elő gyúrok keményen felirattal. Na most a gyúrás amúgy is sarkalatos probléma. Egyik haverom mondta, gyúrni kell. Aki nem gyúr, csirke marad, kirántják. Na, ő már le is jár az edzőterembe, két hete, beleszakít a 15 kilóba, keményen hármat, meg már kokszol is ő, kokszol. Nem tudta, hogy kell, azt mondta, elrátsák két ilyen tüzépes brikettet, de csak szorulása lett, nem 50-es karja.
De azért már puzolgat, úgy megy a városba végig, mintha mindig benne lenne a váfa. Bemegy múltkor a cipőbótba, azt mondja a megszeppent butikos csajnak, mutatott a kirakat fele, mint egy Arnold Shevardnadze, úgy pózolt a csávó. Azt mondja, olyan cipőt kérek, ekkora lábra, nekem. Utolsó darab, és ilyen drága. Na, hát itt is keménynek tűnt a vagyonőr, úgyhogy gyógyegért küldtem oda. Gondoltam, érte már nem nagy kár az emberiségnek. Elrontotta az életét, mikor élve született. Mindjárt mutatom szemüvegbe, nagyon komoly kategória. Figyeljen, vagyonőr úr, figyeljen, mondja már meg őszintjén, hogyha átvágunk erre a géptelepükön, elérjük még a 8-as buszt, he? Mire az? Hát, ha a két kutyát kiéreztem, még a 7-est is eléritek. Na hát én erre nem vállalkoztam, mert egyrészt nem vagyok vállalkozó, másrészt még nem akartam pedigré Pálra keresztelkedni, mint Pali. Jó volt nekem a Zsóti. Így is elég állat van a családunkban. Egyik nagybátyámnak frankon olyan hegyes fülei vannak, mint a macskáknak. Nem tudom miért, lehet, mert a szakmája is vízkászszerelő. Most így frankon kiad rá a vízkász életforma, minden csak a vízkász. Na, a gyógyegének amúgy sose volt párkapcsolata. Hát élőlényekkel. Nagy félreértések vannak. Múltkor is láttam itt Pesten kakát egy hajléktalan a híd mellett. Meglátta egy rendőr, mondta neki, mit csinál itt, ha végzett, beviszem. Azt mondja, már végeztem, viheti. Magáé az egész. Gondoltam gyógyegér havernak, csináltatok egy guminőt. Amúgy is sok alkoholmentes sört iszik, azt még szokik mondani, alkoholmentes, első lépés a guminő felé, mert utána már igénytelenség van. De miért emberi szempontból, ha van ilyen, hogy nikotinmentes cigaretta, cukermentes édesség, alkoholmentes italok, miért ne lehetnének akkor ilyen merevedésmentes férfiak is? Vannak is, mondják a házasok. Hát persze, állítok, nem azért kell állandó partner, férfeleség az embernek, hogy azzal biztonságos legyen a szex. Az a hamar leszokik róla. Utána már kitérnek. Na, ezzel nem szoktak röhögni a párok, csak összenéznek. Meg hát amúgy is ideális a guminő, mert ugye nem kell vele beszélgetni, sose nem fáj a feje, vagy ha valamilyen csoda folytán mégis, akkor leeresztem. Azt a részét, hát ne vicceljét, többi maradjon már kemény. Megszenvedtem vele a bagolyhajú lufjárus bácsi héliumjával. Meg hát nem kér pénzt a guminő. Én sem voltam olyan jól eleresztve anyagilag. Kiskoromban állandóan csak a nagymuternál tudtam nyaralni, aki meg nálunk lakott a kis szobába. Nem volt egy kék tura. Na, haverom a részeges Kondrát Feri megcsinálta ezt a záhított guminőt, két üveg söré. Az is ilyen lóbányai homályos volt, nem a legdrágább. Kaucsukból vulkanizálta, úgyhogy fekete színe volt, mint a Naomi Campbell. A guminőt felfújtuk jó keményre, tudjon vele birkozni. Felvittük a szobájába, nem tett bele pár perc, gyógyegér csávó, lélek szakadva futott le a lépcsőn. Azt mondja, figyeljetek, gyáhe, hát ez egy boszorkány volt. Alig haraptam bele a seggébe, durrantott egyet, és kirepült az ablakon. Köszönjük szépen. Észrevettük, hogy rengeteg csodálatos, elbűvölő lány tartózkodik most a közönségbe, akit a kollégám szívesen megfűzne székelyül. Ezért ő most egy ilyen párkereső szöveget fog elmondani nekik, és hogy ők is megértsék, én magyarra fordítom az ő székely nyelvű szövegét. Hallom, szóval kicsi megvizsgált, és megírja fehér népeket neki. Csajok.
Arról van szó, hogy a pityókat is fel kell szedni, tehánát is meg kell fájni, közben-közben sepregetni sem ártana. Partnert keresek. De aztán nekem nem olyan menyácska kell, aki olyan magasan hordja az orrát, hogy almaszedővel sem ére rá. Legyen 1,60 alatti. És aki tudja, hol a helye. És jó tájékozódó képességű. Magamról annyit, hogy főd van. Anyagilag független, rendezett egzisztenciájú férfi vagyok. Házban. Csöndes, nyugodt tanya távol a falusi élet pörgésétől. És majd a szívemben fogsz lakni. Mert kicsi a ház. A tenyeremen foglak hordozni. Autóm nincs. Tejbe, vajba fürdetlek majd. A víz nincs bevezetve. Na de olyan székelykaput rittyentettem. Olyan székelykapu van. Olyan székelykaput rittyentettem. Jövök haza a szekérrel, beállok, oda kiáltok neked, hogy nyisd csak ki te, bémelyek hátra kiáltok, csukd csak be te. Én távirányítós. Farkasok már nem járnak be az udvarra. Mert megették őket a medvék. Szomszédokkal nem fogsz összeveszni. Mert nincsenek. Valamire kíváncsi vagy, bémész a boltba, megmondjak. A tévé nincs. Este majd ciripelnek a tücskök. A rádió se. Néha azért bémeljünk a városba széjjel nézni. Élni fogunk a civilizáció nyújtott a szórakozási lehetőségekkel. Elmegyünk ilyen bugyborékolók áldos helyre, néha megizzasztanak, sárról békánik a képedet. Lesz wellness hétvége. Hozunk majd szuvenírt, búcsúfiát. Ellopjuk a törölközőt. Elviszlek majd filmre is. Ha megyünk moziba. De olyan filmre, hogy így szembe látod, de oda hallod, inkább oda fejted, mi van ember, mi van, hogynak, dögöljek meg, hogyha nem. Ilyen multiplexbe. Megnézzük azt a filmet, hogy van az a stretch nadrágos, ilyen bőregér, nagy függöny, fel van téve a hátára. Batman. Meg a másik ilyen stretch nadrágost, megcsipett egy olyan kicsi güzűs, utána lövi ki a taknyot a keziből. Pókember. Meg azzal a kicsi fekete mutúja, nagy fekete Billy a fejém, most nehezen szuszog, azt is megnézzük. Darth Vader. Megnézzük azt a mitugrászost is, mi van a mitugrász, hogy mit ugrál a mitugrász, ugye? És vannak a kosztümösök, mi akar lőni a mitugrászt, de mitugrász kiteszi a markát, azt mondja a golyóknak, hogy álljál meg. Matrix. De olyan nem nézünk olyant, amilyen mind prünnyögnek, smaseregnek, sotan rimalkodnak, sotan nyavagyognak, sotan dégnek, dögögnek, meg minden legyek az egészet. A Titanicot már láttam. Olyan nem nézünk. Olyan nem. Na, a végére hagytam, ami a legfontosabb. Egyetlen kizáró jellegű feltétel van a nővel szemben. Ne csaljon meg fűvel, fával. Kertbe tilos a szex. Mert megtudom. Mindenki ismer, mindenki. Ha mégis mással kufircolsz. Amennyiben hűt leleszel hozzá. Akkor elvágom a nyakadot. Veszek neked nyakláncot is. Figyelem! Szintetikus hang következik. Üdvözöllek, szép napot! E-mail címem granitkörték@gmail.com. Webhely granitkörték.blogspot.com. Talán egyedülálló vagy, és párkapcsolati státuszodat időben rendezni szeretnéd. Sokan különféle okok miatt egyedülállóként, divatos szóval, szingliként élik mindennapjaikat, közülük valaki számára mencsvárat tudnék nyújtani. Üzenj részemre, ismerjük meg egymást, vagy csupán cseréljünk hasznos információkat, esetleg pusztán szórakoztassuk egymást. Olyan embert keresek, akivel egy összetartó párost alkothatnánk. Ha átmenetileg nincs ötleted, megelégszem e-mail címmel is, és igyekszem elindítani üzenetváltásunkat, ami egy barátság és párkapcsolat kezdete lehet. Szívesen veszem séta, kiránduló, szabadidőpartner jelentkezését. Nyitott vagyok egy romantikus kapcsolatra. E-mailben vagy PM-ben tudjuk fölvenni a kapcsolatot vagy bármely csevegő platformon. Egészségtudatos, gyermektelen nővel barátkoznék, ismerkednék, beszélgetnék hosszú távú párkapcsolat reményében.
További tartalmakért és egyéb információkért látogass el a kapcsolódó blogra vagy az onnét elérhető egyéb oldalakra, mint például a Párkereső prózák. Készségesen válaszolok a felmerülő kérdéseidre e-mailben, a megadott címen, bármely csevegő platformon, vagy a következő blogon, ahol a mindenkori aktuális párkapcsolati állapotomról és a közöttünk lévő légvonalbeli távolságról is tájékozódhatsz, valamint kapcsolatfelvételi szándékodat anonim módon is jelezheted a kapcsolódó blogon található üzenő alkalmazás segítségével, melynek helye, lásd levélborítékikon. Ezen videó vagy a kapcsolódó blog megosztásával, ajánlásával szintén segíthetsz párt találnom, amit megköszönök. Egyszerűen oszd meg Facebookon, Instán, vagy ajánld ismerőseidnek e-mailben. Köszönöm! Ha felkeltettem érdeklődésed, további információkat találhatsz rólam, pastlink.net/granitkörték, webhely, granitkörték.blogspot.com. E-mail címem granitkörték@gmail.com. Köszönöm, hogy meghallgattad hirdetésem, további szép napot kívánok!